Szevasztok srácok, üdvözöllek benneteket, Escape from Tarkovozni fogunk. Itt van velem Tobi, majdnem azt mondom, hogy szia Lajos, mert bejött a várba, és Zsola. Sziasztok. Nos, Tarkovozni fogunk, mert az elmúlt időszakban a legtöbb komment, amit megkaptam, hogy miért nem nyomjuk Streets-en, és hiába írom le, hogy kipróbáltuk, nem adja annyira a játék, meg hát a játék jelenlegi állapota is hagy némi kivetni valót maga után. Erről majd fogunk többször is ma beszélni. És ez nem csak a saját véleményem, hanem nézünk, Tobi is, meg én is, Zsola nevében nem tudok nyilatkozni más streamereket. És egyrészt sajnos nagyon sok a csaló úgy összességében, erről rengeteg videót lehet találni YouTube-on. Hát én is csaló vagyok. Hát azt tudom, de rajtad kívül. Olyanok, akik úgy csalnak, hogy amúgy eredményesek is. Szóval sajnos nem tudnak amúgy ezekkel nagyon sokszor mit csinálni, ez sok csatában, vagy sok körben érezhető tud lenni, persze nem lehet mindent erre fogni. Bejött Streets, és ezzel igazából, vagy nem tudom, hogy már ezelőtt is ennyire rossz volt a szituáció, amikor bejött, akkor mi nyilván játszottunk, én ezért vagyok 4-es, Tobi ezért meg 6-os, és Zsola, téged még mindig várunk a lobbiban. Na most... Így igaz. Még mindig olyan cefetek a hangok, mint amikor bejött az update, vagy már jobb egy fokkal? Jó. Tehát, hogy régen rendben voltak a hangok a játékkal, akkor bejött az update, gyerekek, rendesen féltem este itt a sötétben ülni, mert állsz egy házban, és azt hallod, hogy valaki fut a füledben négy házzal odébb, meg belevágja a gránátot, meg mit tudom, borzasztóak voltak a hangok, azt se tudod, hogy hol vagy, csak összezavar. Rendesen rossz élmény volt játszani a játékkal, nem tudom most mennyivel lesz jobb, ezt meglátjuk. Ezen kívül sokkal nagyobb lett a gap, tehát a kezdő és az ügyesebb profi játékosok között, ugyanis a lőszerek sokkal nehezebben megszerezhetőek lettek. Nyilván az, aki eddig is brutál jól játszott, annak ez egy kicsi nehezítés lesz, de ugyanúgy meg fogja találni a kis spawnjain, ki fogja vinni a lőszert, össze fogja magának lőni, te meg majd mész a sima gagyi lőszereiddel, úgyhogy ja. Ma jött hotfix. Igen, láttam amúgy, és kicsit ebben reménykedek, hogy ezért ilyen borús a streamnek a címe, mert ha jó lesz, akkor majd átírjuk. Igazából ennyi. Random, hogy ma... Amúgy itt vagyok, nem tudom, hogy jó helyen. De nyomd meg azt a Tarkó. Az megvan. Itt vagy. Úristen, te vagy az első játékos a játékban. Ott írja. Zsola 1. Igen, az nem a szintem, hanem az a legjobb vagy. Atyó, és akkor ilyenek vannak itt, nézek, hogy 24, 20... Mindegy, én Sotival jöttem. Én meg kemény vagyok. Igen, azt is olvastam, hogy memory leak-es a játék, úgyhogy 3-4 meccsenként újra kell indítani, bár 32-vel szerintem elég lesz 5 csatánként. Meg amilyen gyorsan halunk. Úgyhogy majd meglátjuk. Én összeszámoltam, én 5 meccsre jó vagyok, utána már csak pisztoly lesz. Ja, úgyhogy én nagyon... Én amúgy szeretem a Tarkovot alapjáraton véve, a játékmenetet és a többit. Amilyen irányba megy és amennyire játszható az utóbbi időkben, az ingott meg inkább bennem egy picit. Nem a... Tényleg realisztikus a játék, és amúgy ez rohadt jó. Csak hogy... És szerintetek mi a jövője ennek, hogy folyamatosan vibe van? Na most ez meg a másik, tehát ez meddig élhető? Mert nem tudom, most közölték, hogy nem tudom, hogy hányszor átdolgozták a küldetéseket, és én meg mindig az órát hozom ki a kamionból, meg lövöm a, nem tudom, 100 méterre lévő headshotokat. És... tehát, hogy én nem tudom. Aki ennek 8-adjára fut neki, az hogy? Én nem értem. Én nem tudom, tehát hogy azért ez már tényleg kicsit, amúgy kell a vibe az ilyen játékokba, én ezt megértem. Csak akkor tényleg legyenek olyan kardinális újítások, ami minden játékosnak új. Akár küldetés, főleg a küldetés szinten, mennyiből állna új küldetéseket lehelyezni, amúgy 5 emberre rábíznák ezt, hogy 6 hónap alatt, vagy nem tudom mennyi szokott egy vibe időszak lenni általában, csinálnak brand new küldetéseket. Rohadt jó lenne. És egyszerűen nem. Vagy valahogy más lehetne fejlődni, mert amúgy ha nem küldizel, akkor egyszerűen semmit nem érsz a játékban. Tudod, valahogy kitalálnák azt, hogy legyen más journey is valahogy, ne csak az, hogy mindig ugyanazokat a küldiket lenyomod, és ennyi. Meg unom, hogy amikor belépek, tehát a legkatasztrofálisabb és izébb, amikor belépsz a játékba, újra a vibe után létrehozod a karakteredet, és érted, a karaktered nem ismeri a vizet az eladónál. Meg kell neki tanítani, hogy az víz. Na mindegy, szóval
ez nem, félreértés ne essék. Szeretem a Tarkovot, és ez nem sírás akar lenni, csak szerettem volna, hogy tudjátok. Olyan szinten sok kommentet kapok, hogy mikor lesz Tarkov, hogy szerettem volna, hogy ezt tudjátok. Megpróbálkozhatunk vele. Félek, hogy egy szenvedés lesz. Most is itt töltünk nem tudom mennyi ideje, már mehettünk volna egy kört mondjuk simán. Kod DMZ-be vagy ott a Battle Royale részében, és akkor ugyanezt az élményt megkapod, hogy lootol, szölsz és mész előre. De ez csak vicc, ez most csak vicc, amiket mondom, hogy azért nem tudom. Melyik gombbal dobott ki a cuccokat az inventorból? Azt hiszem delete-tel vagy óbetűvel, már nem tudom, nem emlékszek. Az a baj, delete. Hogy olyan sok minden, ugye tudjátok, hogy reflexzerűen megy bizonyos játékokba meg nem, ott csak nyomogatok össze-vissza dolgokat, hogy sokszor nem tudom megmondani, hogy mit mivel csinálok. Amúgy, hogy bemegyünk streetre. Tudja valaki, hol vannak a kijáratok? Persze, a nézők közül, van, aki tudja a nézők közül, hogy hol lehet kimenni? Mert itt tök jó, hogy így bemegyünk, de amúgy... Figyelj, én nem számítok arra, hogy ki fogunk jönni, tehát innentől kezdve igazából... Mit veszíthetsz? Ez a kérdés, ez megvan oldva. Hát azért mondjuk én szeretnék lelőni éjszakában, már ne harugudjál. Ati írta, hogy 93 új küldetés jött be. Az lehet, csak el kéne jutni odáig. Hát igen, el 93! Az nagyon sok. Nem összesen annyi van. Az a baj, hogy én nagyon, tehát tényleg több olyan embernél is néztem a Tarkovot, akik tényleg tudnak játszani, és én erről nem hallottam. Meg hogy ezt ennyire dicsőítették volna. De lehet, hogy most már van olyan, hogy két nullás lábbal kell headshotot lőni egy scavnek, ami közben ugrik. És akkor valahogy 12-szer. És az egyik kezében van egy vodka. Na. 44-es vagyok, és 4-szer voltam azon a hulladékpályán. Ezt amúgy már, amikor Streetsről először szó volt, ugye először kaptunk róla screenshotokat. Milyen gyönyörű szó. Milyen gyönyörű magyar szó. Képernyőmentéseket. Akkor már mondták, hogy nagyon optimalizálatlan lehet a sok játékos, meg a sok object miatt. Hát ez így van. Reméljük a stream bírni fogja amúgy. Viccet félretéve. De hogy optimalizálatlan dolgokat találj Tarkovba, szerintem elég, ha bemész costume-re. Nem hát én régen amúgy azért hagytam abban a streamelést, mert volt egy időszak, amikor nekem egyszer nem működött, hogy streameltem, akkor valahogy akadt az egész, és szar volt. Hát most reméljük, hogy ez nem lesz ennyire ilyen. A sziasztok, srácok! Basszus, de jó kanapé! Na! Van itt forgószék is. Na, most egész jónak tűnik. Na, ki szeretne vissza... Merre menjünk? Nekem hangot kell állítani, mert nincs. Ott egy hulla! Menj oda! Hogy menj el? Hú, ne erre menjünk, erre nagyon nagy terek vannak amúgy. Ott valami robbant? Vagy csak ég? Ne, menjünk hátrafele, vagy nem tudom. Jövök utána, Tobi, nyomjad. Én nem hoztam táskát. Ja. Hopp. Ez mi lőnek? Volt? Rád? De hogy viccelek, én lőttem véletlen. Lelövöm. Lőd le nyugodtan. Mondom, lőne. Azt a kurva egy valamit nem lehet föl megnyomni, valami gombot. Úristen. Kapok egy kis plusz XP-t. Menjünk a hangok fele? Minden fele. Menjünk a hangok fele, ez az. Ennyi. Amúgy így jól néz ki maga a pálya, csak öcsém, nem tudok ugrani, ha bokorba vagyok, vágod? Itt egy kerítés van, azért nem tudsz ugrani. Azt... hát... Bazzik, azt átlépni se tudja szerencsétlen a... Ti bementetek ebbe az épületbe? Most megyünk. Hú, az itt pattant ez a lősz... Vagy nem, ez a gránátnak volt a repesze, nem szóltam. Jó, erre nem lehet eljönni amúgy, csak mondom. Amúgy erre se. Akkor jó, megnézem itt, hátra lesz egy kis kaja. Engem nagyon éhesen menjem meg. De lehet jönni. Ó. Na, ezt se ismerem, ezt sem. Miért van, hogy megint játszok ezzel a játékkal? Elfelejtettem, hogy régen miért játszok. Zsola, gyere már ide! Gyere ide! Ezt vedd fel! Ott van alattad. Vedd fel, mert nem látom. Nagyon jó.
Mutassad magad, hogy nézel ki? Menj a lámpa alá! Atya Isten! Gyere! Ezért már megérte belépni a játékba. Tobi, te felmentél itt a lépcsőn? Aha. Jajajaj. Nagy fej. Let's go, brothers. Adjad már itt a fúró, itt a termájt, vagy kiderült. Ez mi a tököm? Ez nem közel lőtt most valaki? De. Ti tárasztatok? Valaki bokrozik el. Ha, én megnéztem, hogy... Ezt nem mondjátok, amin én azt hittem, az meg... Van itt egy sledgehammer, és én kidobtam a késemet, hogy hát, ha... Nem, már visszajön. Hogy hát, ha be tudom rakni a helyére. De nem tudom berakni a helyére. Itt egy kalapács, ezt miért nem tudom berakni a késem helyére? Hát tök menő. Mert a kalapács, az... Azzal a kalapáccsal tudod kibontani a falat. Ja. Tetszik, jó van. És lehet egy külön kondi termed. Miért nem ez az index? Mit jelent az ajtóra, hogy gyere ide, Zsola, nézz ide! Várjál, nem, menj vissza oda, így, ide állj be ide a sarokba. És várjál, nézz ide. El tudom tenni most így a fegyvert? Az a baj, nem tudom eltenni a fegyvert. Ezek nincs késem. Az baj. Nagy fejbe lő. Várjál, ekkor akarok lefotózni. Jó lesz. Nem. Na, várjál. Kicsit fentebb néz. Fentebb. Jó lesz, mindegy, lefotóztak. Gyere, menjünk, mert Tobi meg meghal egyedül. Jövünk, Tobi, harcolj! Gyerünk, Tobi! Meghalt? Nyomd szét őket, Tobi. Meg. Nagyon ügyes vagy. Vannak még? Egy izét láttam csak. Skevet. Nekem double action, nem legyen, mert... Jó, oké. Nekem nézem a másik oldal. Dobult rajta armor. Na hát, ennek nagyon örülök. Van még. Hallom, valami üvölt. Most egész jók amúgy a hangok eddig, azt úgy mondjam. Matja. Tovább jöttem, itt le lehet menni a lépcsőn. Itt valaki van bent, itt kell. Itt egy játékos lent. Meg is haltam. Köszönöm szépen. Hol van? Itt tovább jöttök le a lépcsőn és ott fog bejönni. Egyszer meglőttem. Nem tudom, miért fejbe lőttem mondjuk. Hívhattalak volna benneteket. Don't kill me. Megölt. Hát, kösz. Sebeztük? 32-t sebeztem a testére. Egyet lőttem, az is lent talán. Van a lépcső. Nagyot mentünk. Igen, a lépcsőnél lesz a hullánál szerintem. Ez az. Lépcsőt tartom. Most már kés? Mindjárt veszünk nem. Egy kést. Gyors volt, a köröm 90%-a ez. Osztom. De legalább Zsola jól néz ki, azért megérte bemenni. Úgyhogy... Na jó, én lemegyek, azt megbaszom a fejét. Nyugodtan. Hon van. Ja, jó, hagyjuk, visszavonulás. Megtámadtak, vagy mi van? Rád nem úgy gondoltam. Bemegyek Skevvel, ismerkedek a pályával. Te futsz. Majd honnan szabad megállni, azóta baj amúgy. Ne, meghaltam. Hol volt? Ott kint az ajtó. Akkor viszont, akkor nem megyek ki. Így Insta egy kokiba haltál is? Hát, egy hitet kaptam, de túrtuk egymást, mint állat. Akkor jó. Don't kill me, TTV. Azaz, az ölt meg engem is. Gyerünk, Tobi! Te megölöd, én bízok benned. Addig gírilek egy nagyon frankót. De level 2 lettem. Azt a de ez már hogy lőtt? 8-5-6-1-el érted? 8-5-6-1-el. Gerard. Ilyen zigerádeusz. Na várjál, mit tudunk venni? Most azon gondolkozok, hogy mozint vegyek? Vagy... Haltam. Na, akkor igazából szó. Kapott a gyerek kettő fejezt, és nem feküdt meg. Jó, hát most az baj, hogy valami gyors fegyvert akarok, mert amúgy nem lesz esély. Most hozzak egy PPSH-t? Az ér valamit szerintetek?
persze. Olyan DTMD-t összerakok. Milyen DTMD-t? Amúgy van egy MDR-en, vágod? De azt nem merem behozni. Azt mit főfész? Ez is egy jó kérdés. Igazából... Nem behoz. Az gírfír van. Gírfír van. Amúgy van gírem, ez a meglepő, vágod? Még akad is. Most se hozok táskát. Nem tudtam belepakolni. Van egy ulacs fejesem, de azt megtartom másra. Ezt a TC-t meg megjavítjuk. Bár nem tudom melyik a... Hát, az ulacs az maxos. Tudunk venni szerintetek izét? Valamilyen fülest itt az elején? Persze. És mit? Skierni azt hiszem van. Nem skierni van, de skierni van. Skierni van, ha. Hozok egyet. Let's go. Hozok egy... Ha, nagy lootot hozok. Aha, képzelem. Mondom, kéne nekem-e? Hozzá. Lehozod. Na, levájtpolt minket egy gyerek, úgyhogy ez így király volt. Pont ezt akartam így kezdést. Jó, nem várom, hogy első körben jók legyünk, csak... Majd a másodikban. Linket szörcske nekem. Na, TT-AKBS a jobb, vagy az FMJ lőszer? Most az a helyzet, hogy ez valószínűleg nem sokat sebez, de legalább átmegy egyes páncélon, ez viszont valószínűleg sebb. Na, fejre kell lőni, gyerekek. Itt túrás meta lesz. Ez olcsóbb amúgy, várjatok, az FMJ az drágább. Ez most dilemma. Mert az FMJ az 55 rubel darabja, ennek az AKBS-nek meg 54. Ó, Istenem. A G36C-t láttam, már én a G36C-t amúgy sose szerettem igazán. János, nagyon szépen köszönöm a csatornatagságot, már a sokadik hónapban. Köszi főnök. Van amúgy izém, easter egg-en vágjátok? Vagy hát egy ilyen aranytojásom. Ha érdekel valakit. Az a kapához kell. Igen? Uh-huh. Na fene. Nekem már van egy fél kappám akkor ezek szerint. Hát azért nem. Kappa. Menjünk úgy customs-re. Ezt kéred, mi? Vagy mondod? Ezt kérem. Nem megyünk customs-re. Hova megyünk? Labra? Jó hallottam? Ezek nincs valami... Jolo azt mondta. Bazzeg, vettem egy szkefkést, mert elhagytam az enyémet, azt nem tudom eltenni a fegyvert, ha úgy van. Nem tudom, véletlenül miszklikkelni. De teszek be gránátot, az is van amúgy. Amúgy igazából van bandage is. Van minden, mint a búcsúban. Na, hát menjünk. Majd de lövünk. Hova? Hát... Ugyanide. 2 óra, gyertek, jó lesz. Ki kell hozni valamit, mert nincs pezó. Ez nem ilyen... Na, de is biztos, hogy minden. Most égtem ki már a játékból kb. 15 perce. Hát... Vagy percre. Csíj, a váróban csak 40-esek vannak, vágod. 48, 48, 41, 46. Csíj. Hát azok nyomják, akik amúgy már intravénásan nyomják a tarkóbot és nem bírnak nélkül élni, amit amúgy meg tudok érteni, mert nagyon jó játék. Én sose bírtam egy játékkal játszani csak, mert nekem az nagyon kiégetős egy hét után. És... nem tudom. Nekem sose ment. Na mi van, let's go? Ja, várj, ez customs. Tudom, ez szivat? Streetsre megyünk. Mehetünk oda is. Mert tudom, miért nincs csak. De amúgy az el sokat elárul, hogy customs váróban háromszor annyian vannak, mint itt. Oda néz Zsolát. Nagyon fullba volt a fiú. Megvan. Ki lesz a tank? Mindent, amit találtam a tárolóba. Adnám, hogyha sűrűbben lenne tarkol megint. Én is adnám, hogyha jó lenne a játék. És adnál legalább azt, vagy már többet, ahogy az ildomos lenne neki. Annó megvettem az Edge of Darkness Edition, mert azt ígérték, hogy pár éven belül jönnek hozzá DLC-k, havaspálya. És igazából, amit annó ígértek, abból semmi nem lett egyelőre, úgyhogy ezt inkább hagyjuk is. A játék még mindig... Micsoda van oda balent réve? Beta verzió? Ó, az micsoda? Hány éve? Az ami hal? Beta. Szóval mennyibe került megvenni gammával? Nem is emlékszem már. Hát azt inkább... 70 euró volt.
akkor 100 összesen, nem? A gamma? A, ja, a legnagyobb csomag? Nem tudom mennyibe kerül. Az ja, ami 50 kiló körül volt. Forintban, áfával. Akkor 100, akkor 100. Valami sokkal többre számítottam. Vagyis na, 100. Ez akkor egy háromás játék, vagy már mi? Azt mondja Ati, amúgy pénzszerzés céljára ajánlom Inter vagy Woods este. Mind a két... 140 euró volt. Mind a két pályát nagyon szerettem, szerencsére főleg este. Adom azt a korsót. Starkos gravírozott korsó, jaja. Most majd, hogyha minden igaz, lesz Starkos plusz párna. Azt akarok most, hogy legyen a shopba. És akkor itt lesz a fejem mögött, és amikor kiégek, csak így hátradőlök, és beledörgölöm a fejem. És az legalább jó puha lesz. Wow. Tele lesz szeretettel. Olyat veszek, akkor olyat veszek én is, veled akarok aludni. Majd neked. Ja? Micsoda? Sem. De nem az én fejem lesz rajta, te! Ja? Akkor már nem is kő. Ez meredek volt. Na, most dolgosan töltöm. Ja na, még csak sessions. Kicsit úgy látszik, hogy megnőtt a hajam, vagy megnyőlt. Nem tudom, az mit jelent a megnyőlt. Hát... Nem ja, hajbeültetésem volt. Igen, amúgy tényleg ilyen hajbeültető céget keresek ilyen cross promóra. Én nagyon szívesen kipróbálnám. Viccet félretéve. Hogy néz ki egy hajbeültetés? Hát egyesével ültetnek be hajszálakat ugye a tarkódról, mert elméletileg a tarkódon lévő hajhagymák azok... Hát nem vagyok... Olyan, aki... Regenerálódnak. Aki ért ehhez nagyon, de az a lényeg, hogy a fejed tetején lévő hajhagymák nem bírják az ott termelődő, most nem tudom, hogy tesztoszteron, vagy mi a tökömet, valamit, amiből, hogyha sok van, akkor ugye hullik ki a hajad a férfiaknál, és akkor elmehetek a tarkon lévő hajhagymák erre sokkal jobban ellenállóak, vagy teljesen immunisak, akkor azért szokták a tarkóról, csak utána hát annak lehet kellemetlen következménye nyilván, hogyha rossz cég csinálja, de drága amúgy egy jó hajbeültetés. Gondolkodtam rajta, nem szégyellem. Mert az ember mindig akar javítgatni a kis defektjein, de hát most ott vagyok amúgy, hogy elengedtem. Ha kopasz leszek is nézni fogtok, vagy akkor nem? Most a parókát. Amúgy tényleg? Mert én amúgy akartam festeni a hajam meg ilyenek, de már nem merem, mert ez a kevés is kihullik. Az a maradék is kihullik. De most megállt egy picit amúgy az utóbbi egy évben ez így a ritkulás. A családban édesapámnak is ilyen kevés haja van, amit hogy így ilyen ritkás, nem is az, hogy kevés. Csak lámpa alá nem szabad beállnom, mert akkor kézzétek így bevilágít, mint egy ilyen izébe. Mint a, azt hiszem a keleti pályaudvaron a metró megállóban, a 4-esben, hogy felülről vannak azok a nagy bevilágítók. Azt mondja, erősen meggondolom. Kiégek. Na jó. Nem, amúgy a kopasz emberek általában nagyon aranyosak. Csak nem tudom, én meg, most ez ilyen nagyon hülyén fog hangzani. De hogy amúgy meg szeretem, hogy van hajam. Tehát, hogy így ez ilyen, de nem úgy, hogy mint azok, akik, tudod, akik így nem tudom, minden este libababa olajjal kenegetik meg a tököm tudja, hanem csak, hogy az emberhez, nem tudom, hozzátartozik, és akkor szereti, hogy mit tudom én, hogy reggel fel kell, megfésülködik, hogy kultúráltan nézzenek, és stb. Tehát, hogy, nem tudom. Olyan egészségesen szeretni azt, hogy van hajad, mint hogy van fogad. Mondjuk azért a fog az kicsit fontosabb, mint a haj. Ez nem volt jó példa, mindegy. Töltsél már be, mert ilyen hülyeségekről kell pofáznom. 5 perce itt állunk. Végső esetre ott a paróka, így van. Hitman lesz belőlem, hát az nem fenyeget. Olyan jól azért nem lövök. Amúgy megkaptam az új Hitmanhez a kulcsot, pedig nem is kértem, képzétek el. Gondolkoztam rajta, hogy ki kéne próbálni, de sose játszottam vele, tehát nem tudom, mennyire lennék benne releváns. De viccelődött vele a fodrászom is, hogy egyszer le kell tolni full kopaszra, mert hogy akkor attól regenerálódik az összes hajhagyba meg a fejbőr.
Hát mondtam neki, hogy ezt azért kihagynám, mert így nincs egy hónapon megvárni, hogy megnőjön, hogy utána... Addig nem lesz fészkem. Na! Hol vagyunk? Mi ez? Reserve? Vizé? Panelek? Valaki már előtt hallottad? Jó, csak... Na ezt nem a... Ezt... valami bug volt. Itt már jártam egyszer. Itt tőlünk balra spónolhatnak, ezt tudom. Sok pénz. Gyertek csak? Egyszer szerintem itt rohantak le, de nagyon. Igen, igen, igen. Tímem hangja ismerős. Szárki ismerős a hangod. Igen. Hú, várjál, várjatok, várjatok, nem biztos, hogy kirohannék annyira oda. Gyors halál lesz. Menjünk be jobbra, gyertek. Ja, ezt tudom! Na, igen! Hát, vagyis hát az túlzás, hogy tudom. Tobi? Mhm. Ez az. Menjetek, csak trappoljátok össze a helyet nyugodtan. Jövök fel én is. Tolni meg majd én fogok, vagy? Azok, de hiányzik egy retkes lámpa. Ez a ganédon bit. Nem lootolni kell, hanem le kell pakolni az embert. Ezt menni. Hon vagy tovább? Hát nem tudom, bazzeg. Mögöttetek. Bazzeg, azt remélem. Most amúgy, ahhoz képest, hogy milyen élményeim voltak eddig streetsen, most így egész tűrhető eddig. Hát te nem trappolsz? Az előző két perces kör, az jó. Vason? Igen. Aha, jó. Hogy vason? Itt egy car battery. Hát az kár. Hoppá, papá. Jó napot. Kinek köszöntél? Nézzünk csak ki. Nincs itt valami innivaló, mert nekem szomjúságom az van. Hát van itt egy kriket, úgyhogy már rágyújtunk, hogyha más nem. Na, tűnd a szemed. Valaki fázik. Alattunk, vagy hol? Salába! Salába! Pazzik, megsírtam. Én vagyok az lenelőjé. Megyek utána. Aaaaah, megöltem! Lesz még. Még beszél. Lent van alattunk szerintem. Utapárson. Hát én vagyok a fősornál, hogy elő. Tároznom kell. Már pakolom össze. Lootolnom kell. Ez jó lesz, mert városban... Házban jó lesz ez. Megjöttek a loot goblinok amúgy. Mindent viszünk, ami mozdított. Hol az a kárbetöri? Megöltétek? Itt van kárbetöri, itt van nálam. Kell? De ki halt itt meg? Nem adom. És lelőttétek? Most nem, csak elaludt, képzeld el. Ja, itt szoktak aludni. Úristen, mekkora loot. Ezt a makarót azért, ezt... Húlala. A csempe, ilyen falat szeretnék majd a szobámba amúgy. A lesz streamer szobám. White Wizard, köszi. Most merre vagyunk, gyert? Csak, csak segítérő homi. Arra csak visszafele. Szia. Lemutoltam magam, szerintem reflexző. Azt mondja az egyik kommentelő. Nincs kopasz fej, csak segígérő homlok. Kiégszem. Én miért nem látlak titeket? Hát én itt fekszek lent. Titeket. Nyisd ki a szemed. Hol lent? Lent. Tározok. De még mindig lootolunk? Kimegyünk amúgy, vagy merre megyünk tovább? Pici, megtalálható persze, a csatorna leírásában benne van, hogy milyen gépen van. Valami olcsó gagyit vettem még tavaly, és már egyre kevesebbet ér. Hát akkor tudja, menjünk, Tobi ismeri legjobban a pályán. Ó, hogy ne, persze, igen. Tobi nyomad neki. És meg kéne újítani egy új videókártyát, mert kezd kevés lenni amúgy. Tarkovni a kicsit laggi. Lehet menni valahova szerintetek? Csak nem. Nem tudom. Menjetek, menjetek lefelé. Azok beszorulok, ha lőnek. Menjünk. Nézzétek, itt is van egy ilyen tör. Ja, ezt tudom, ott fentről jöttünk volna le, hogyha itt mentünk volna, jó. Mindegy, megyek utánatok, mert hogyha én megyek el, a léhalok meg elsőnek általában.
egyszer, már itt is meghaltam. Szemből már jött player. Milyen jó emlékeid vannak amúgy a helyekről. Már itt is meghaltam, már ott is haltam. Ezt tudom. Hirtelen ennyiben. Nincs loot, nincs loot. Nincs loot, nincs loot. Jó, menjünk tovább. Zsola, gyere, rakd el ezt a lábast. Mi az? Azt el lehet vinni? Igen, igen. Bazzik, amúgy mekkora füle van, hallod? Tudod, mennyit adnak azért a mély telepen? Balra, Skev. Hagyoljak már egyet, még nem öltem. Na, ér. Menjél, Szó. De szerintem az egy sniper lesz, de menjél. Akkor nem megyek. Menjél! Nyomod, nyomod. Itt se lehet bemenni, baszki. Ja, ez fönt lesz a sniper. Jövett, jövettem. Azt hova jönnek BTR-ral a szkevek, amikor jönnek amúgy? Hopp, ott fut. Azt lehet, hogy player volt, nem? Nem, szkev. Ja, kimegy, ezt meghal. Ijed, Zsolo, mennyi? Ijed. Adjál neki, gyerünk! Egy per egybe, bárhol, bármikor. Én meghalnék, amúgy a helyében lennék. Hát ezt nem hiszem már. Az igen. Azért, na. Én nem hoztam plusz tárat. Meg lett küldve a fiú. Kemények vagyunk, ki tudtunk, meg tudtunk ölni ezt követ. Három. Még jobbra, még van. Bazzik, mekkora kamion ez te? Oda néz! Itt a Big Fat Loot. Ugye kilőnek, ameddig itt azért kilootolom. Mert a TC megvéd. Az igen. Hát az very big. Aha, oda néz! Táskája? Hagyjad, már ehhez van kulcs, de jó. Ez még tetszik. Menjetek már át. Nem tudom valamire. Az a baj, semmit nem várok, hogy mi hol van. Hát én sem nem vagyok szint. Itt fut egy player szerintem. Itt futott be. Igen, hátul? Nem player. De lehet player. Itt van, itt tartom. Adjál neki. Új, nem nézek ki, mert előttök van. Hátom mögött a scav. Sniper. Látom. Meghalt. Megöltem hátul fent a sniper skevet. Jó. Nice. Illa nem kell. Nem esetem. Itt bent a player? Nem ment be, úgyhogy nem tudom. Vigyázzon, lent rejtette. Player lesz. Vagy nem, ez most mi? De nagyon kutám hozom. Player. Bazzek! Aaaaaah! Pusztulj meg! Ott van bent, itt van bent, balra, balod a ajtónál. Ablaknál, ajtónál. Megtúrtam. Menjek? Menjek? Vagy mi van, gyerek? Nem tudom. Ránát. Bemegyek rá. A scav boss, jövök veled, lőlek hátulra. Nem, itt van még mozog szerintem, vagy már nem tudom mi van. Valaki menjen előre, balra kell figyelni. Itt vagyok bent, itt vagyok bent. Nem tudom, ki kicsoda amúgy. Now we got a damn. Te Tobi hova vagy? Ez vagyok én. Hátra jöttem. Te mentél, jó, várj, jövök előre. Jó, te látod az egész folyosót, Tobi? Nem. Ó, nem érdekel, menjünk. Hú, nem. Ó, megöltem! Nem jó. Ez az! Amúgy ez tuti player volt. Igen? Hát úgy mozgottam úgy, MPL kicsije volt. Nagyon jó. Van egy sling a hátán. Aha, még van itt valaki. Na, kint oson a foson. Ez fölöttünk van. És fel tudunk itt menni az épületben? Igen, itt föl tudunk, aha. Na. Menjünk. Kinyitottatok ajtót, nem? Nem. Jó van, kussolja már kint, szkevecske. Menjetek. Az itt lesz fölöttünk, ez fix info. Mennyire fölöttünk? Hát már elindultunk a lépcsőn. Na. Ha, én már itt vagyok. Ezt nem lehet kinyitni, de kéne.
Ha, nyilván, ezt én is így gondoltam. Várjál, mert ez egy labirintus. Fentebb lesz, még fentebb lesz. Rúgott egy ajtót. Nem. Milyen lesz? Kapott sokat, kapott sokat. Igen, menjél Tobi, menjél Tobi. Nincs több Tobi. Nyitom. Az meg fog halni, ránként tolni, ránként tolni. Meg kell az anélk is. Küldjél neki! Egy halt, de van még. Az ez is halt! Mi van veled, búza? Ó, hagyjad, belőttem egy UMP-t, mi van veled, te? Hanyas, 26-os vagy? Ha van, adjatok már egy tárat. Mi az, hogyha M4 tőli, hogyha van? Hallod? PPS-hába lőttem meg a gyereket. Na, volt a vodka. Tár. Legalább az este jó lesz. 41-es volt, PP91. Hoppá, haltam. Én is haltam. Fájt a gyerek, lépcsőn még valaki. Ezt kaptuk. Basszak, de idegesítsetek. Legyen. Ten power. Meghaltam, bazzenk. De amúgy ez is tök jó, hogy a gyerek pontosan tudja, hogy itt lélegzek bent. Amúgy fogadni merjük, hogy headet kapta. Nem tudom. De szerintem ez hátulról jött, ez egy harmadik lehetett, nem hiszem, hogy velük volt. Én is headet kaptam egyből. Headears-t kaptam. Jaja, de hát mi egy, konkrétan egy egymás mellett álltunk. Na, három headit kiosztott. Ezt legalább élveztem. Létlenettünk. Mi van, hogy lehet, hogy izé, amúgy. Csapatban voltak, nem? Szerintem biztos. Á, nem hiszem. Túl messze volt a harmadik tőlük. Meg tök sokáig voltunk lent, tehát a harmadik, tehát hogy akkor nagyon messziről jött, hogyha már ők fent voltak, amikor mi lent, és hallották, hogy harcolunk a Scav-vel, akkor ők mi az Istenre nem jöttek ránk? Hogy szóltak a harmadik haverjuknak, aki a pálya másik felén játszott egyedül, hogy jöjjön, és akkor mire mi felértünk, addig ők ott várták, hogy a haverjuk hátba, tehát ez annyira abszurd lett, szerintem tudja, hogy harmadik fél volt, de tök minden leszarom igazából. Ez nem érdekel. Hát akkor ez volt a negyedik, mert egyet már elkaptatok lent, nem? Az scav player volt, az fixen scav player volt, tehát az biztos nem velük volt. Az elején, már a játék elején bemennek a scav player. Nem, az szerintem Scav, hát ez bazeg az úgy píkelt ott az ablakba, azt tudja, hogy nem ne rendez Scav volt, ezt nekem senki nem mondja. Ura volt. Ja. Ott folyamat kipíkelgetett. El kellene takarod, mert tudják melyik szeremre vagyok. Jaj, hát az tök mindegy. Azt anélkül is megmondom neked amúgy, hogyha egy szerveren vagyunk. Úgyhogy ezt engedjük el. Az a kód az semmire nem jó. Eldobok egy gránátot, amikor összeredizek veled, eldobok egy gránátot, meghallom, hogy mikor csattan. És ugyanúgy tudják. De nem lehet amúgy Tarkovba szerintem így stream snipe-olni, mert nincs... Tehát, hogy... Mondjuk, de Tarkov streetsen mondjuk talán, mert itt kevesen játszanak. Hát, mondjuk akkor sem. Nem tudom. Haj, azt mondja, hogy... Mit hozzak? SKS-t hozok. Az jó? Meg hozok egy izét. Menjünk még egyet. Egy órát streetsezünk, aztán mehetünk máshova, jó? És akkor mindenki boldog. Én úgy vagyok vele. Az augot olyan szívesen kipróbálnám. De az a baj, nincs hozzá lőszerem. Meg milyen tár megy abban? Ezt eladom, hogy legyen pénzem. Nem szeretem úgyse a DTMDR-t. 40 percnél spónolhat a Scav. Ámen. Na, veszünk kettőt ebből. Ráadásul ez nem is fullos ez a... az az SKS. Na, meg vagytok, skacok. Yes, én már egy, vagyok. Egyre csóróbb a gír. Én ezt a kiszok. Hú, azt mondom, hogy nekem is kéne, jól mondani. Zsola, te? Tessék. Jó vagy kajával? Várjál, meg kell nézni.
Szerintem már úgy van bele, úgyis meghalom. Olyan szarulutat hozok, hogy igazából ezt ki a franc akarná kihozni, be kell biztosítani. Szia Hannibal, ciao ciao. Csak kifejezetten a uktár jó bele? A uktár. Gamából vett kell üzni, hát tényleg. Ópalik. Amúgy 5 óra van. Hát tudom. Nem baj az. Gyors, megyünk egyet gyors, jó lesz ez. Amúgy figyelj, ez a PPSH ahhoz képest tök frankon szerepelt. Van Lunár ajándék Tarkov oldalán, MP7 plusz Benya. Hát már jelentkezek is befelé. Hülye vagy? Fogadjátok el, azt gyors behúzzuk. Mi nem megy Zsófi gépe? Nem. Felforró, nem tudok bejelentkezni, le kell altabozni. Csak félek, hogy kifagyok. Zsóla, fogadd el az izét! Remélem, szóval hogy kiszed... Lehet, hogy nem szedtem ki a lőszert. Igazából tök mindegy. Úgy se ér semmit. Ez nem ilyen... Aszta! Nemrég ilyen... nagyon keményen lehúzták a recoilt amúgy. Azt hogy érted, hogy lehúzták a recoilt? Mint hogy minden fegyvernek alacsonyabb lett, vagy micsoda? RP-ben nagyobb a streamvadászat, mint itt. Persze. Minden játékban lehet valamilyen szinten streamsnipolni. Itt azért nagyon nagy szerencséke, hogy az embert összedobja. Főleg azért, mert fogalmat sincs, hogy melyik szerver a dob. Annyi szerver van a játékban, hogy jaj, csúaj. Tarkov arénáról mi a véleményünk? Az amúgy még érdekelne is. Mert amúgy arra, hogy kezdőjátékosként megismerd a fegyvereket és megtanulj velük lőni, arra szerintem tök jó lehet. Az az, amikor ilyen deathmatch szinten lehet nyomni a Tarkovot, nem? A Tarkov aréna. Biztos. Az is béta lesz tök mindegy, 5 évig legalább. Minusz 20% a visual recoil, az amúgy nagyon jó, már csak a látványa is csökken, mert rohadt irritáló volt. És a love recoilos fegyverekből halálsugár lett. De az nem feltétlenül probléma amúgy szerintem. MP7, MPX nagyot mennek most. Hát igen, amúgy most így, hogy amúgy sok ember gagyilőszere játszik, így jön a dara. Fogom, felveszem a tökeim fölé az RPK-t, a legnagyobb tárral, azt akkor engedem el a balkliket, amikor már nem lő. Így van, loadoutok lesznek, stb. Szerintem az egy jó ötlet amúgy, Richard. Ez a Tarkov aréna. Amúgy az a biztos, hogy játszanék. Mert amúgy maga a Tarkov, mint PvP játék, tehát gunfightban is tök jó feeling. És ott legalább az ember tudna gyakorolni ugye az éles rédekre. Ugye lehet átpakolni gyorsan, inventory-t tradernél leadáskos, azt hiszem Ctrl vagy Shift balklik, most nem tudom fejből. Reflexből nyomom. Ctrl balklik akkor. MP7 plusz subsonic lőszer fénykard. Közben eszek sütit, hogyha nem haragszotok meg. Zsola, van még kekszed? Nem, ma megettem mindet. Elnyomogtad? Hozzak még. Uh-huh. Beszopogattam gyorsan. Láttam, nézhetetlen is volt a stream. Tényleg? Na hangos volt a zene. Fifánál nem számít. Hogy mindenki értse a kontextust. Felnéztem Twitchre, onnan szedtem most össze Zsolát, hogy van-e kedve jönni Tarkovra. És éppen fifázgatott. És nagyban ette a kekszet, mint egy idős néni, csak nem a tévét bámulta, és közben kötött, és nyomogta a kis kekszét, hanem fifázgatott. Kontextus, hát nagyon jó kontextusba rakták, köszönöm szépen. Hát azért már rajtad is látszik a kor. Ez biztos. A biztos. Kezdesz egész normális gyerek lenni.
Ezt nem hallottam mostanában. Igen? Nem? Nem szoktam, nem szoktam el. Nem szoktad el. Dani azt kérdezi, mikor? Na, pergessük gyerekek. Ez az. Woo! Így örülök neki. Az előző körben PP-ködöre... Menjünk erre. Na, menjünk. Ki vagyok én, hogy megállítsalak ebben az akaratodban. Na. Ez biztos, hogy extrakt itt, nem? Igen, az az. Ezt az egyet tudom. Igen, jó. De akkor is csak azért, mert ide. Ez nem ilyen. Nem ilyen. Mennyibe kerül? 0,1%. 5000 hubel. Nekem 6 darabban. Menjünk a lövésre, vagy ilyenkor mi van? Az ott pályának túloldalán van. Ja. De ez mennyire nagy amúgy ez a spitz? Nagy. Inkább a bejárható terület rohadt nagy amúgy. Szerintem az egyik legnagyobb pálya amúgy. Akkor azért annyira nem érzem magam mennyire jó, hogy itt kicsaladgálunk. Levegő. Tudom, az... De jó, befutottam az ablakon. Mindig jót tesz, én is néha itthon kinyitom az ablakot, hogy bejöjjön. Menjél, menjél, mehet! Itt fogok kint meg? Sorban, várja! KFC-be sorban. Én kérnék egy McChicken menüt. Ti mit kértek, fiú? Fú, nekem egy... ilyen izé... jalapenyós... sajtburgert kéri, légy szíves. Szeretem a fáj. Kétszer csípőset. Mondjad, hogy kétszer csípőset. Azaz. Duplán pakolja, mert szeretem. Na, meg vagyunk. Meg. Ott a tej az asztalon. Azt nem is hagyom ott. Kipet, hozd el! Az jó lesz a halapenyó. Legurítjuk, amúgy is szeretem a tejet. Az mi volt? Az mi volt? Na jó. Ok. Hagyjad be, milyen izé jó kis ruha volt van itt. Nem mútoltam le az értesítéseket. És? Ja, hogy most követnek be, jó van, oké. Okay. Mindenki ajj, megtalált. Most köszönöm a reklámot, most ez váratlanul ért. Tovább tudtok ott menni? Na szerintem az egy zsákutca. Hát itt van egy ilyen helpes izé. Ez nem kiárat lesz? Nem tudom. De az is az. Na, de jó. Kettőt már ismerünk, ahol nem tudunk kimenni. Nézegettem igazából, van-e loot, próbálom memorizálni a mapot. Telepenyó sajtúres. Ezt memorizálom. Ja, legjobban van. Nem kell nekem ilyen saláta, meg ilyen gyenge dolgok bele. Egy paradicsom azért elfér benne. Legyen televágva sajttal, az kész. Ja, azokat ti vagytok, bazzeg, gondolom, kiment át ott a túloldalra. Hát várjatok már meg, hát egyet... Azt hittem rám lőnek, hülye vagy? Olyan hangja volt. Befustam. Kecs. Itt lőttek előtt. Ez kell volt. Itt van előttem itt valami. Ott van, igen. Player volt. Player volt? Kapta halt. Hát, a 27-es. Nekem párom nincs. Rám nézel, halsz. Ebben is. Úgy, de befostam itt át a sötétbe, Pali. Jó, te. Soti van ráadásul. Hát na. Kapta halt. Ezt mit lehet volna leszedni még? Van rajta még valami? Nem mondod, hogy mindent elpakoltál magadnak, úristen! Na, de öző fasz vagyok, egy Calvin Klein alsógatyát ott hagytok rajta. Kicsit szaros, mert összeszartam. Ezek, nem lehet felugrani erre a gumira? Nem vagyok az év parkour masztérje. Nagyon meg.
Amúgy! Most amúgy... Ásra tudom, merre menjünk. Amúgy egész jó a map, tehát egész játszható eddig. Amúgy is, én felmegyek ezen a nagy lépcsőn, itt biztos van fent valami. Hát nem. Azt mondom, hogy van valami építkezés, ahol szoktak lenni szkevek. Azt nem tudjátok már? Jó, menjünk vissza, mert ez itt nem lesz, hogy azért úgy fognak minket lelőni, mint a kutyákat. Itt egy TV-104, ha kell valakinek. Az micsoda? Mellé. Az kell, az nekem kell, mert semmim nincsen. Várjál, az izé, pakolós vagy armor? Pakolós. Azt nem tudom eltenni sajnos. Gyertek, menjünk oda szembe a térre, vagy onnan jöttünk? Hát onnan jöttünk. Menjünk jobbra. Igen, arról jöttünk. Menjünk jobbra. Ezek, hogy nem tud... Nem tud egy ilyen szart fellépni ez a szerencsétlen. Ja, mert neked OPSK-sed van amúgy. Zsola? Tessék, eltűntem, hol vettük? A lépcsőről, a lépcsőnél lefele jöttünk, ott jobbra. Jobbra. A réten? Hát, nem a réten, hanem ahogy a nagy lépcsőről jössz lefelé, jobbra, 90 fok. Jó. Vagyok. Tobi, te bementél valahova, vagy hol vagy? Itt vagyok. Let's go. Na, megint itt vagyunk. Ja. Be lehet menni valahol? Forgótára sotival lőtt a pali. Nagyon merész. De az tök jó. Az double action-re tudod tenni, és az nagyon gyorsan tud lőni, és ott nem akad el a lőszer, a szar. Nem mondod. De, az nagyon jó cucc amúgy. Én szeretem. Tényleg. Persze találni kell, meg a gyors is relatív, de hát ez van. Ha dumált volna ez köv, de nem vagyok benne biztos. Ez micsoda? Nem ti jöttetek. Ti mentetek be? Nem. Van valami prediction, Danikám. Egy hal, de szerintem lesz még egy. Még egyet öltem ott az ajtóba pont. Azt én öltem le, te. Hol? Nem. Hol? Ezt itt én. Jobbra figyelj, jobbra figyelj! Hol? Itt a kék csempés, házikó. Megvagytok? Megyek fölfele. Úgyis van két fegyót. Úristen, micsoda loot lesz ebből, te. Léje? Ha ezt megmutatom anyának, akkor nagyon büszke lesz rám. Persze, player volt. Persze, érted, ez kevet, már nem lövünk. Na, arra úgy. Arra nem izé, pazarlom az SP lőszerből, az PS lőszer, amit nem szólok meg. Elmentetek az emeletre? Nem vagytok, jaj. Én fönn vagyok, jaj. Itt vagyok lent. Újra itt vagyunk, de jó. Valaki bokrozott. Na, ha bokrozik. Lent, bokrozott, te. Szerep. Vagy lehet, hogy beérzékelt, hogy... Mi bokrozunk itt, te hülye? Nézd? Az igaz, igen. Már. Itt bokrozok az emeleten. Ezt hallgass, gyere ide. Hallod? Úristen, valaki bokrozik, gyerekek. Mennyibe került ez a játék? 100 euró? Kicsit több, 105? 140. 105 plusz áfa. A belóg a fának az ága. Ez tök logikus. És még katás voltam, hogy vissza se tudtam igényelni. Az ott micsoda? Tik egy kalapács. Na jó van. Itt egy drill, kell valakinek? Hogyne? Tesó, nagyon csipem a drillet. Skrillipapapá. Mondjuk egy freestyle-t. Na, örülök neki, hogy... Ámen. Ez a kedvenc kávézóm, de muszáj bemennem.
itt van kaja. Starbucks-ot jobban csipom. Shaken espresso. Márébb. Na, hogy megyek, hát... Kileutolod utána izeimet, he? Volt ez nekkora? Bocs, én voltam! Úgy jövünk, érted, mint Hitman. Senki nem hal minket. Az árnyak vagyunk az éjszakában. Sötét árny. No, hát odafigyelj, Imán! Hát senki nem bánt minket, mi se bántunk senkit, ez a legjobb. Csillesgame. Van kafém. Sok helyre be lehet menni, csak nem tudjuk, hogy hova. Hm? A pálya szélén járkálunk amúgy körbe-körbe inkább. A medikes láda. Hopp, ja, ez egy kiárat, ez biztos egy csukik ott van. Van itt egy fullos sárga bakancs. Na, hifak. Hilt, azt már rendesen sokat. Találtam amúgy izét is, Szolevát is van menet közben. Nekem még az is kell, mert nem voltam interchange-en. Na. Very good. Melyik őtök van amúgy M4-je? Ki az a burzsúj? Bazzeg, bazzeg, ott egy gyerek! Szembe, szembe, szembe! Fullos amúgy! Azt hittem először, hogy Scav, aztán 10 rá... per mennyire messze, mennyire messze? Ott csak az út túloldalán volt, izé Blackrock, nem Blackrock, az a nagyon nagy táskája volt, az a loot goblinos táska. Ja, haltam. Bent? Ja, igen, benn van már az... Én nem tudom. Esélyem nem volt ezzel a fegyverrel, hogy a gyerek valami rendes dologgal lőtt. M856 A1, ott a lőszered. Lőld meg, hogy több maradjon neked. Egy utolsó kört bevállalunk ezen a mapon, aztán annyi lesz. Na, és kifagytam. Pillanat. Verification kód, jaj, de örülök neked. És tényleg van a Lunár új éves szajré. Át is vettem. Bevisszük customs-ra a cuccot. Na Mizu, mondjál már valamit, Zsola. Hát itt reszketünk Tobival. Szerintem el se találtam amúgy a gyereket. Én háromszor eltaláltam. Igazából nem tudom, mit vártam attól a fegyvertől, hogy őszinte legyek. Jelentenem kellett volna azt visszahúzódni, mert... Elvitt a stressz! Ezen a glockon lenne izém. Várjatok, lehet, hogy glockkal megyünk akkor. Ezen még lámpa is van, meg lézer, Várj, itt... Vagy csak leraktam a gyereket. Kajak elpakoltad? Aha. Na jó. Úristen, te palé! Úristen, te palé! Na és akkor most jön az, hogy Zsolának ki kéne jönnie. Hát, most ha nem jövök ki, nem jövök ki, a faszomat érdekli. Inkább... Na, meg magad a leigranyúthoz, gyere!
Szóval. De várjál. Navigálni kéne, hogy hol, hogy tudok kimenni. Mert hát, fogalmam nincs, tesó. Hát ezt amúgy mi is tudjuk osztani. PSO vagy PST GZH a jobb lőszer, gyerekek? Ez 54-be igen. kerül? Ez drágább egy picit, akkor ezzel fogunk lőni. Nincs más izém. Van 1000 dolcsim, azt az 1000 dolcsi gyors pénzét tesszük. Lehet itt venni? Ó, oda néz. Ott a kolt is. Na, veszünk ebből 5-öt. De csak 3-at lehet. Eladjuk Mechanik bácsinak. Húzzuk a trédert. Ez van valami... Nem tudom, és gondolkodok rajta, hogy egy pakát felvegyek, de szerintem semmi értelme nincsen. Lesz ott minden, mint a, majd a körbe, hogy kell. Ha meg nem, az se baj. Úgy jók leszünk. Kiméra, hát még az se kell egy darabig. És van egy glock. Jó, most ezt ki tudja, hogy hova tárazta ki ez a hülye. Untárfejes az nagyon feltűnő, ugye? Azt lehet nem kéne behozni. Tobi! Hm? Bocs, nem figyeltem. Hát azt észrevettem. Mondjad. Ha a Untárfejesbe mondom, nem kéne jönni, mi? Csak ennyit kérdeztem igazából. Hát abban nem. Ragman nem árul semmilyen jó fészmaszkot, vágod? Most menjek izé fenszhez kunyerálni? Itt valami csöves? Minek takarod el az arcod? Hát ez is jó kérdés. Hozok grizzlit, ezt csak lábra fogok lőni. Másodjára. Mármint az ellenfélnek, vagy kinek? Aha, nem, neked. Jó, hogy grizzly lőszert hozol, jó, hát hozzad. Igen. Van már amúgy... Body Armor Repair Kit, azt láttad? Hogy ne láttam volna. Akkor jó, kérek elnézést. Nem, megyünk még egyet, azt utána customszözünk. Az úgy jó, Tobi? Persze, nekem aztán nagyon jó. Ó, veszek egy kis izé öftasit. Itt van. Sőt. Kéne ezt... valami mellény, te mit vesz, mit hozol? Én? A mellkasomat. Aha. Nem hozok semmit, úgyis meghalunk. 6B2-t hozok, kettes armorra. Egyből fejbe lőnek, mit hozzak? Ben vagyok a váróban. Jó, megölték a streamem. Megölítek a streamet. Mert? Hát nagyon sok ember ide jött most. Hát engem is érdekel, hogy most lehoztad, vagy nem hoztad le, mit csináltál? VTF bro, hát lelőttem a csávót, mint állat, de nem az, de hát... Csak... Tönkre ment az alert, nem működik az alert, semmit. Eltörtük egy pikpak. Legalább ennyi sikerélményünk legyen. Mi legyen, megvárjuk, vagy gyorsan guruljunk még egy kör Tobival? Menjünk egy izőt. Menjetek, de szerintem meg fogok halni, mert nem tudom valaki kimenni, menjetek nyugodt. Menjünk ezt kevet, hallod? Nem, menjünk egyet rendesen. Nem akarok szarasz kevem, az a baj. Ó, azt a micsodas. Ó, az jó soti, az nem 8-as izé. Durogtatós. 50-es kaliber van ebben a játékban, nincsen. Nem is tudom mekkora... Vagy van? Hát a lapu először az mekkora, mi van benne? Valamelyik snipernek lehet, hogy van. Pisztolyból a revolver az biztos, hogy kisebb. Pisztolyból nincs szerintem ilyen nagyon nagy kaliber. Lehet, hogy van 50-es lőszer, ezt meg kell majd nézni, de nem vagyok biztos. Monarchist azt írja, hogy van. Szedjétek ki! Hát hányan vannak még itt? Gyertek, ahányan vagytok, ember. Megölti még egyet? Aha.
Én tartogatom magam customs-ra, azért nem izélek itt. Ja, jó. Jó, Istenem, mekkorát megy. Új kedvenc mappom amúgy. Most csak ki kéne tudni jönni. Így igaz, így igaz. Lapu az, az csak 0.33. Van 50-es revolver is, mert azt nem tudtam. Meg a ASH 12 az lehet, hogy 50-es, de az akkorát ejt, mert ugye nincs lövedéksebessége, mint az állat. Na mindjárt ben vagyunk, Tobikám. Loading loot! Még a végén történik valami. Mit teszek? Zsófi csinált sütit. Ilyen sima csoki süti. Megmutatom nagyon szívesen. Nem néz ki jól. Vagy hát ilyen csokis süti színe van. Olyan, mint egy brownie, ami ilyen muffin, plötyi muffin formájú, de az íze az nagyon finom, és az a lényeg. Ugye Zsófi nem ehet teljes cuccokat, nem meséltük. Most csinált egy ilyet, de majd tök jó lett. Meglepően jó. Ránézel és tök száraznak tűnik a külseje. Van rajta egy kis porcukor, szerintem rásütő, vagy nem tudom mi lehet a tetején. Na nagyon puha. Az Underpass Extract a főút végén van streetsen. Tudjátok mi a baj? Nem tudom melyik a főút. Park Pancer, kaptál szubot, Pali. VTF, bro. Igen? Ott se vagyok. Igaz. Ha megyek, megköszönöm. Kitől kaptam? Deadpool 696-tól, tesomsz. De ő szokott téged nézni máskor is. A legnagyobb nézőm, tesom. Hú, de ki vagy az élettől. Tesom, nem tudom, mi történik, Pali. Nézzük addig a Zsola streamet. Várjál. Streameltem a streamed, ez nagyon quality content, nem? Ez nagyon. Itt kezdődnek a problémák. Ott a Zsola, nézzétek? Így néz ki ez a búbána. A karakter meg kicsit ki van. Az mennyit szükszed van neked? Igen, tisztelet, szavaztok cső. Van elég. Saman PL, azt is elraktad? Vagy mi az, ami tört? Vagy ezt korábban raktad el? Jaj, kis lengti faszú. Micsoda? Kicsit izél. Görges már föntebb, lásson még mi van az inventoridban. Azt te is Grizzivel nyomod. Még az egyik gyereket nem pakoltam ki. Jó. Hú, az a hák. Az. Annak a hákának nézve meg, mekkora az ergúj annak a hákának, mutasd már meg. Hát azon nem csodam, hogy lelőtt. Biztos, hogy... Ja, 24. Nem sok. Nem. Micsoda? Mondom, kevés. 40 rekord. 40 száll, hát az brutál jó. Hát az, hallod? Na hát az is egy ilyen ion puska. Hát azzal lőjé. Hát az nagyon keményet. Van meg. Baj, de Zoltán. Köszönöm, medves hajt, nyaligátor, meg mit tudom én már, több killevesebb halál. Igen, Kahu 98, Molnár Gábor Dávid, Pici bácsi, Nautilius, kedvenc szupportom, szevasz Pali. Júj, tesó. Zsola tiszta, teszkos, des. Mundigungot. Ja, de szép sapka, hol vetted. Szevasz Pali. Szevasz Sziszi, mi a helyzet? Hát igen, kapta a tűnben amúgy. Vegyem le a sapkát. Tesó, leveszem neked a sapkát. Még két szubér. Szavasz, Kahu. Azok sosem merem levenni a sapkát, mert felveszem, utána úgy nézek ki, mint egy ilyen lenyalt hajú kis izé. Nincs is hajad. Hát ez az. Ez az. Mi van, Pali? Lábadat javítsad már meg. Mindjárt megjavulok. Egyszer megjavulok én. Azt a vizet idd már meg te. Jaja. Iszom. Ki van a karakter? Szomjas. Itasd már meg azt szerencsétlen. Azt a HP először dob ki a frontból. Ez ilyen tipik Tarkov. Megittam. Fél perc harc és utána 10 perc hílelés meg izé. Szúkizás. Hát ketten rám szaladtak. Hát most mit csinálják? Ja, szaladj el. Te só, ne kondisztasd. Antibiotikumon vagyok. Ne kondisztasd. Ne kondisztasd. Ez a kondi. Itt a kondi, Pali. Guggolás, mert az kövess. Ez hülye. A guggolás, mi a faszom? Amúgy mi meg megyünk ám. Jó, ezt ki is nyomtam, azt hiszem ebben a pillanatban. Jetszi, ez ott guggol a székben ez a hülye, meg ezt nézem. Na. Atya úristen. Na jó van. Pergetjük. Menjél, Tobikám. Jó.
baj. Ez volt most a kondi. Nem fekvőzök. Nem tudsz, úgyhogy... Amúgy Zsoba, Zsoba nagyon ki van pattintva, már láttam. Várja. Ezek. A célzóm az... Hát, bazd meg. Koresz, nyomod a koreszt. Itt lőtt a legutóbb Zsola a gyereket a sötétben. Van loot is amúgy, vagy csak ide bejárnak az emberek hobbiból? Nagy loot helyeket még nem fedeztük fel amúgy, Tobikán. Balra hallottad? Te sétálsz! Most igen. Legugoltam. Most felálltam. Akkor te voltál, jó van. Jó. Menjünk, 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 fájtolni, gyere! Várjál! Kettőt hallok! Ez elég nagy, te nem? Te ugrottál? Igen, én. Te futsz most? Igen. Bazzik, van itt még valaki! Mögöttünk, mögöttünk! Hujló, vad hujló! Te az kev lesz az. Itt van. Ez most komoly? Takarodj már innen, hát nem hiszem el. Add ide az arborodat! Ugyan gyorsan. Jön még egy. Hallom. Ott van a izé mögött, a dömper mögött. Mész rá? Bazzek, tízes tár van ebbe a... Igen, jövök én is. Ujjjjjj. Ez egy volt vagy kettő? Megölted? Megöltem. Ez is volt, jó. Ja, csak most szerintem ide ránk fognak jönni. Jó, menjél csak nyugodtan, megyek utána. Na, hogy nyomod? Dino a falon! Te aranyos! Basszus, így az getsz már! Látod? Na mindjárt lelőlek! De nézz már meg milyen aranyos! Hagyj már Dinóddal! De be lehet menni, Tobi! Itt egy hotel! Jó van, egy pillanat! Nézd, egy bácsi itt lóg feje lefelé! Lútod ki? Nem tudom, be van zsákolva. Itt figyelj, itt van föl tizé... Loot doboz is. Na mi az fel? De egy pillanat pedig. Hóze. Egyből pakolom is el. Még egy hóze. Azt hallottad? Ment a flashy valakinek. Mhm. Uh-huh. Bazzik, egy asztalra nem tudok felugrani. Hát milyen katona ez? Jössz fel, vagy mit csinálsz? Hát, hol mentél föl? Van egy ilyen dupla ajtó, aminek az egyik fele van kinyitva. Van itt cornflakes. Bence, haliszterkő játékot, köszi-köszi Bence, köszi. Remélem jó helyre jöttem. Hát ez nagyon elegáns, ilyen hotel feelingje van az egésznek. Akkor nem. Na, az király. Kossanak le. Gyere ki arra az útra, ahol elhagytuk egymást. Ez megvan? Tobi! Vétel! Valami meg kell.
Várjál, hallok itt szkevet. Eltörtem a lábamat, mind a kettőt. Na, szeretnék gratulni, de ahol, ahol hallottad a szkevet, oda menjél, itt szíves, mert ott vagyok én is. Csak tipmixelni tudok, akkor... Gyár terepni. Valószínűleg itt bementél itt kicsit később. A izé a dinónál mentél be, nem a kapun mentél be. Igen, 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 igen. Jó. Ez is. És ott bejöttél és balra? Az a telepített machine gunnál van, és azon belül tudsz egyet üvölteni a fegye? Kijutottál? Nem, 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 az út, kijöttem a házból az út. Ja, azt hittem már, hogy itt néz. Tomi, fenn vagyok az emeleten. Jó. Na hát ez majdnem megdöglött. Na még egyszer próbáljuk meg akkor. Meghalt. Az emeleten öltem meg. Most jöhet egy fél óra tárazás. Valószínűleg volt rajta valami alaparmor. Nem tudom miért, de én mindig mellkasba akarok lőni mindenkit. Tehát hiába döntöm el, hogy egy fejet lövök vagy lábat. Te futsz! Igen, én jövök ide. Jó, itt van még valaki, egy scap player. Meghaltál? Meg. Lent? Fent az emeleten. Az emelete haltál? Már feljutottál? Pont mentem fel a lépcsőn, ahol van, ez egy nagyon nagy láda. Hát akkor nem itt voltál. De ott voltam, csak menjél tovább. Ezek ketten vannak, vágod? Mennyi késés van az időt live-on? Sok. Ha, basszus. Az egyik kint körbe elszaladt. Most átjöttem el ide, hogyha itt akarna mögöttem bejönni. Tározunk még egy kicsit. Hallgatózunk. Vagy végleg elszaladt a gyerek, vagy a tököm tudja, hogy hol van. De mindegy, legalább mindenkit lehet lőni, akit meglátok. Megyek, megyek a másik irányba. Mert most indultam, erre leszel a lépcsőn, nem? Aha. Itt vagy, de vágod, nincs itt senki. Ott volt egyből az, a lépcsőbe szembe lévő falnál scat player, de hát tök mindegy. Elment volna úgy, hogy le se pakolt? Oh. Hiába mondom. Ez nem scap player, ez egy sima szar scap. Nem, scap player volt, mert fő tudom jelenteni. Hm. Jelensd föl, megölt. Jó. Hát itt bezzek, hogy senki nincs, vágod? Be volt bármit biztosítva? Ja, nem. Akkor ezt megbeszéltük.
Nem, mert volt nála Csoti lőszer, nagyon jó az a Csoti, azt szívesen használnám. Figyelj, volt nálam Grizzly. Az jöhet ide. Jó. Így né, fullos. Lehet, hogy ezt az alkalmet el kell dobni a francba, az a baj. Max távolra lehet, hogy jó lesz, még megtartja. Na, merre induljak el annak érdekében, hogy ki tudjak jutni? Egyszerűen valaki azt írta, hogy a főút. Hol találom meg a főútat? Kezdjük ilyen alap dolgokkal. Mondta a bait, tudom kaját keresni. Azért nincs volt nád kaja amúgy? Dehogy volt. Az király. Na, itt törted el a lábad, mi? Valószínűleg. Na, ezek, ja. Ezek a hangbúgók, ezek katasztrófák. Fent is lesz egy táska. Az ott a főút. Aha. Nem akar a játék megetetni. A főúttal az előbb voltam? Valószínűleg igen. Nem hiszem, hogy ezek... Sérültem. Segítsünk, segítettek nyugodtan, most lehet spoilerezni, ez nem az a játék, ahol nem lehet. Már kétlem, hogy itt könnyű lenne spoilerezni, úgyhogy... Ha valahogy ügyesen el tudjátok nekem mondani, hogy merre menjek, azt megköszönöm. Jó, hot rod az jó, az energiát ad, meg vizet tölt. Még ad egy kis boostot. Szép a game. Hát most egész tűrhető jel. Mindent viszünk, ami mozdítható most már. Az egész közelnek tűnt. Aztán az más kérdés, hogy tényleg közel volt-e. Hova tettem a hot rodot? Gyerek, akit láttam. Megölt az előző körben. Aha. Tehát itt elvontatnak, hogyha parkolok. Ez nem főút akkor, ugye? Tehát ez a villamosos út. Jó? Tehát, hogyha valaki szeretne mondani, itt tudok balra menni, meg jobbra menni. Mondjatok valamit a csetem, merre menjünk. Tudok itt beugrani? Lehet ide jönni. Jó. Ez van egy ilyen irodás feeling, meg úgyse jártunk legalább. Toilet.
Péter, köszi, köszi a szupercset. Vagy csak a szupercset, csatornatagságot, köszi, köszi. Jobbra talán? Talán na, még senki se jutott ki, bár legutóbb a gyerek is arra igyekezett. Az ott egy energiaital, az jó. Ott a néz, ott a WC papír, nem lehet fölvenni. Azt ott viszont fel lehet venni. Mindjárt megnézem, miket írtatok. Addig úgyis kajálni kell. Ja, milyen kiáratai vannak, igen, ez lehet, hogy nem egy hülyeség, hogy ezt megmutatom. Country Yard, vagy Courty Yard inkább, bocsánat. Ami Ave Taxi. Underpass, Scav Checkpoint és Kimov Street. Csúnyabb lett a játék, vagy csak régen láttam? Nem tudom. Ez a bolt legalább tudjuk, hogyha kajálni kell, akkor arra jó. Viszunk ebből még egyet. Kaját is ad? Aha. Aha, kettes fő most megy Budára, jaja. Az az ijesztő, hogy semmit se hallok. Figyeljétek, itt végigmegyek. Oda néz. Azt mondja, van egy ilyen, hogy underpass. Nem? Ez itt nagyon underpass-esnek tűnik. Elméletileg ott a villamosnál lent, izé ki kéne menni. Hát nem. Vagy ez lenne, izé, ez a zöldizés? Pedig itt nem tudok kimenni. Ez sajnos nem nyert. Akkor van egy másik. Ég egy ház. Ilyen kisebb utcában van, azt hiszem. Vagy le van rombolva? Már nem tudom. De ott is van egy kijárat, elméletileg. Ég egy ház. Jó, erre jártam az előbb, akkor erre nem megyünk. Gyöcsém. Ezt biztos nem tudtad volna zsebéből kitapogatni, ezt a kis lőszert. Még egy kis bolt. Ez a Deacon egy 024-es, így nézhet ki reggelre amúgy. Atya úristen. Nem kéne, ezt már lootolták. Milyen aranyos kis kaktusz. Még ott van egy DVD. Van kaja a földön. Azt írják, hogy ha egyenesen mész a villamos vonalán, akkor ott lesz a kijárat. Igen, akkor visszamegyek arra. Hát igazából most végigküldenek. Egy olyan útvonalon, ami rohadt hosszú lesz valószínűleg. Mindegy, én végigmegyek azon, nem újjon. Baszki, de beszartam, az mi a tököm ott? Atya úristen. Ez nagyon creepy, gyerekek. Itt egy kör. Wow.
Ez mi a szent büdös szar? És van egy kör. Hallod, Stark? Ezt Jézus. Úgy hívják előre a medve bőrére. Mert? Jöttünk, mint állat. Igen, most én is azon vagyok, hogy kiussak amúgy. Abban a szobában nem menj be, vagy a épületbe, Stark, ez semmi. Kajak nincs itt. Nincs itt semmi. Ha, nincs itt semmi, csak a földön egy emlék, igazad van. Tényleg. Itt hagyok valakinek egy... Úristen! Ó, kármet. Azt mondja, hogy azt levesszük. Egy jó nagy szkóp, szerintem ezzel még látni is fogok. Atya úristen! Nearly full. Hát majdnem tele van. Várj, és ezen izé van. Rásos előagy. Normalizálódjál már gyorsocskán. Várjál, nem. Így. Na. Ez nincsen lézert szélző. Na, hát ez megérte ide bejönni. Szóval a villamos vonalán kéne végigmennünk. Remek. Hát a villamos vonalán a végén egy falba fogok ütközni. Ott merre menjek majd? Jobbra? Azt sem. Már mindjárt visszapörgetem a csetet. Jó. Van itt egy kigyulladt ház. Amit mondtál. Az lesz az akkor. Ég az egyik emelet. És alul. Igen, és alul van egy izé, ilyen bejárat. Még nem jársz ott live-ba, várjál. Egy négy csillagos hotel ez. Hát van bejáratja. Az nem az. Nem az? Az nem az. Nagyon megerültem neki, hogy ez ég. Felgyújtok egyet neked, mit szólsz hozzá? Tök jó, mert valaki azt írja jobbra, valaki meg balra. De gyújts el oda. Treppet hall. Van armor, ezt el akarom hozni, de csak a felsőt, mert a kék az nagyon világi. Van itt egy OPSK, és az a helyzet, hogy az jó cucc, azt ki kéne vinnem. Azzal még hasznos is lennék, bakker más körökben. Lehet, hogy itt hagyom a sotid. Nyugodtan. Arra úgy, ez nagyon vedd jó. Vedd le a lámpát. Azt levettem. Itt mozgott bent valaki. Nem itt kéne most töltögetni, de igazából nem fogunk meghalni. Bár a háttérből nem ez. Lehet nem arra kéne mennem, ahol úgy darálnak, mint a kötelező lenne. Halt egy gyerek, menj már! Tényleg összegoblókodjuk, de ezt már lepakolták! Balra indultál sajnos, ami fizetős. Várjunk, ott is ég egy ház! Ez egy ilyen üvegpalota, annak a teteje ég, Tobi. Nem. Hát... Szerintem nem, de majd mindjárt eljutsz oda, akkor hát, hogy neked semmi se jó.
Máshonnan is száll fel füst. Itt is ég bent valami az utcában. Mi a helyzet? Nem, próbálom kivezetni Starkot. Itt egy kisebb beomlott épület ég. Megnézzük ezt a részt itt. Az vagy tényleg annyi tanács van a cseten is, hogy nem tudom, hogy kire lehet hallgatni. Az a kisebbet nézd meg. Bazeg! Jó. Aha, jó. Lehet, hogy erre nem lehetett volna eljönni. A Skevlut le legalább? Bazeg, ki volt táblázva? Leraktak? Ez a map széle volt, vágod, ami megölt. Meg jó, hogy elmentem arra megnézni azt a kijáratot. Kec. Engem is már nem elküldtek oda. Nekem az utolsó pillanatban szóltak, hogy vigyázz, nem egy túl. Bazeg. A fő úton vagy hol? Hát az ököm tudja, bazeg. Hát Tobi mondta, hogy keresek égő házat. Gondoltam, hogy ott izé körbenézek azért. Ezt lelőtt, de utána mondtam, hogy a kicsit. Hát az a kicsi volt az. Ez volt a kicsi. Hát nem, te a nagy fele indultál. Nem, te a nagy fele hát ott volt egy kisebb is, ami lángolt. Ah. Nem baj. Kinti a pályára, én is beszívtam ma. Nem volt kint, vagy legalábbis nem vettem észre, hogyha kint is volt a tábla, ugye szoktak kirakni. Na menjünk Customs-ra, szegebb ismerjük. Yesterday. Nincs tábla, ott csak zöld flare-rel tudsz kimenni, igen? Azt mondja, nincs nagyon táblázva, én is kerestem a Sniper Scavet, de nem láttam sem. Jó van, akkor legalább gyerekek, nem csak én szívtam be, én ennek már örülök. Most feltankolunk, megyünk egy epic kört. Hozzatok armort. Ugye rendesen. Hangosak lesztek? Biztos Isten. 10 évvel jövök. MP7 A1-je. Azta. Kihoztam egy hózét. Slot is not empty. Jó, van egy 20-as tár. Jó, annak örülök mondjuk. Ja, azt akartam. Tü. Na, hát jó szépak voltunk mindenki streetsen. Uh-huh, jó volt. Ha? Csak a szoki tudod. Elpukoltuk őket. Nem. Bazeg, te pályaismeret nélkül egyrészt nagyon nehéz. Tehát most így... így az ember belakolja... Nem tudod, hogy merre kell figyelni, mi hol van, merre menj, mi, hova, hogy jutsz be. Tehát nyilván nincs egyszerű dolgunk. Nem vagyunk ügyesek, ezt én aláírom. Tehát aki más talít, az vagy hazudik, vagy... Nem látott még ügyes Tarkov játékos. Tehát, hogy így... Nincs az Tarkovistát. Tarkovistát. Na, benyomok egy tusonkát, iszok egy kis vouchert. A fuck. Hozok pár gránátot, mondjuk egyet, és akkor mehetünk is. Hozok pár gránátot, mondjuk egyet. Azért költségvetés elmaradva ott is. Hát azért így finoman, tudod, finoman nem toljuk fullba, de lightosba igen. Lightosba. Na, találkozunk Tustomson. Ott nagyobbak lesznek az esélyek, én úgy gondolom. AVS mellénybe jövök. De minimálisan. Armored rig lesz rajtam. Ez a legjobb cuccom, amin van. Az igen! Neked ilyen épített kaláid vannak? Persze. Szoktam nézni stream közben. Régen volt, amikor volt harmadik monitor itt fent, akkor azon néztem mindig a Tarkovos térképet, hogyha nem ismertem egy pályán. Most nincs harmadik monitorom, mert itt albéletben nem akartuk felfúrni a falra. Bár megengedték volna, de nem akartam szétfúrni a falat. A másik meg, hogy Jack elvitte azt a monitort, és hát megvette tőlem pontosabban. De azért, mert nem használtam, úgyhogy nincs is ez semmi baj. Sok jó oldal van amúgy. Elősnek most már egyre több az ilyen 3D-s térkép, ami nagyon sokat segít. Azért streetsen azért is nehéz, mert nem olyan, mint egy customs, hogy köbben a legbonyolultabb épület a Dorsz, meg ott az ipari gyáraknál 1-2 maximum, hanem ott azért úgy, mármint streetsen azért úgy el lehet veszni egy kicsit jobban az épületekben.
melyikbe hogy jutsz be, melyik utcáról, stb. Ja. Hívjál már megint? Nem jár még egy szömeghívó. Annyi van, ahány gránát a zsebbe. Na. Na és akkor várjátok, kijöttél a csomaggal, akkor végül tényleg? Yes. És milyen kijáraton jöttél ki? Egy metróba le kellett mennem a főúton. Te is voltál. Ja. Csak én lementem. Ahol a villamos volt beszakadva, mi? Nem tudom, nem láttam, olyan korom sötétségbe jöttem már kifele. Ja. Mit nasolsz? Sütit. Hány sütit van? Hány? Hát egy egész tányira hoztam. Nem boltba veszem zacskóval, hanem az asszony süti tepsivel, tudod. Mi? Hoppala. Hoppala. Nekem is kell fújni akkor egy asszonyt. Hát? Azért, hogy elmenjem boltba sütiért. És mondom, hogy ideje lenne, de most lettél szabad, szóval. Lányok, a cseten, Zsola szabad. Yesterday. Yesterday, ebből a streamből nem sikál egy izé, valami hátú medencés stream lesz a fali. Ha mi nyomatnánk hárman beülünk egy ilyen medencébe, tudod? De jó, engem hagyják ki a azzal a googolással nyomott pont a vízszint fölött. És közben tarkoznék, és tudod csak izé, forró naci, meg egy maszk lenne rajta. És mit halladok, ha nézzük, azt a csattok. Hát bazzik, ott lehetne csapkodni, gondolom, hogy kilőnek, az belecsapsz egyet a vízbe, milyen erotikus lenne. Ez az egész gép leég a francba. De aki donételne, annak felírnánk a táblára a nevét. Hát én simán vagy a testünkre a hülye vagy, hát a homlokodra, a kezedre, az kell. Így igaz. Így igaz. Felveszed a fecskét, azt annál több hely lesz rajtad. Combtőtől mindenhol mehette. Jaja. A medence is környék, az feláras. Ilyen borrátos. Micsoda? Borrátos? Aha. Az, jaj, a napfényfürdő, vagy hogy hívják, nem? Ami csak egy csík, tudod, és így feljön. Az, 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 az. Olyanba streamázunk, meredek benne. Amúgy szerintem Twitch-en férfiak, mondhatok ilyet, nem? Twitch-en férfiak nem csinálhatják. Szvágod? Igen, csak nők. Nőknél simán, de tudom, hogy volt belőle probléma. Egy csávó csinált ilyen medencés hot tub streamet Twitch-en, és kibannolták instant. Hát... És pedig nagyobb streamer volt. Sok hát, mindent tudnék erre mondani a mai világban, de inkább nem akarok, mert még igen valaki megsértődni. Motor? Hát nem. Persze, most nyilván PC-nek kell maradni. Na, mindenki egyelő, de valahol amúgy mégsem akkor. Ezek szerint. Igen. Na jó. Merre induljunk meg, skacok? Arra csak visszafele. Visszafele? A izé fele menjünk a... Hát a streeten nekem összejött. Hátrafele... Ó, van itt egy izé. Hátrafele forgunk, jobbra? Nézd, mutatom, hogy hogy, figyelj. Várja, így kell menni. És közben így. 180 backflip vissza, butterbe. Hát ez nálam maximum egy ilyen erős 110-es volt, csak mondom. Ja. Pontba? Na, menjünk arra, gyertek erre hátra. Nézzük meg azokat, akik itt spónoltak hátul. Megyek PC-s kocsi felé. Bennad. Bazzik. Szarok a fények amúgy. Ennek a fennfut csinál, nem is látom. Merre mentetek? Itt vagyok PC-s kocsinál. Kimentetek a kerén? Igen. A jobb oldalán, legszélén? Igen. Fogsa, köszi. Jó. Bementem a halott szkevesbe. Főjük a PC kocsina. Jó. Jössz be? Ja, már benn vagyok.
Nem a kútra jöttetek? Nem. Nem, dehogy is. Ja, én itt vagyok a kúton. Itt vagyunk hátul a sarokban, mondtuk, hogy visszafele forgunk te. Úgy tudom, Almeckere. Ott volt valaki. Starky. Hol? Secretné. Most ment hátra. Balra mentál? Nem. Egyenes adott a másik Secretné. Jó. Ne. A csőné. Oké. Akkor megyek balra, te meg menjél jobbra. Egy green screenben vannak lalik. Nem, a mögött. Green screen mögött. A kiárat ne. Jó. Várjatok már meg. Mert itt annyi player van, hogy már nem jó. Tobi, te kim vagy az úton? Nem. Ez scab volt, csak az. Lehet. Csak valakit láttam elfutni. Ez lehet a kis scab barátunk. Felmentem kiára tetejére. Téged lő a scab? Itt hátul is halt egy. Engem nehogy lelőjetek, benzinkút mögött vagyok szikláknál. Bazzek, benzinkút mögött itt vagyunk egészen a kiáratnál hátul. Ez keves kiárat mögött, tudod, ahol van az Oké, vágom, csak hogy itt lőtt valaki mellettem, hát azt hittem. Ben vagy ebbe az izébe, ugye? Igen. Újint is vagy. Hát sérültél, vagy mi van? Hogy ne előtt a kezemet nullára. Ezek a mai szkevek nagyon veszélyesek amúgy. Látom, hogy ez a mai fiatalok. A szkevre kéne lőni. Nem volt valami tatyúja, motyúja? De. Kevó kell. Ja, hogy nem ez. Kell nektek? 4-es? 6B13? Nem kell. Ne hajágasd, hogy bizony lepattanulj, de... Fogálykodni kell, tudod? Jaja. Kevú, izé. Te tényleg lelúztolod az izébe? Fejezzük be ezt a mondatot. Hát kell... Én vagyok a legrosszabb, ja. Mi? Fejezzük be ezt a mondatot, légy szíves. Lútoljál szépen tovább. Már pálya első 5 percében eltévedtél. Hol vagytok? Sniper toronynál van valaki? Nem, nincs. Nem. Nincs, itt vagyunk. Közülünk nem. A pálya sarkában vagyunk. Ezt úgy hallottam, mintha mellettem lőttél volna. Na, úgy igen. Hát én csak reménykedtem, hogy nem azt fogjátok mondani, hogy meghaltam. Na bocsika, csak meghaltam. Nekem... Kevés lőszerem van, aztán... Muszáj volt egy másodlagos fegyver, én meg azt hittem, hogy az már nem kell neked, Tobi. Kell neked? Ő már zombi. Hát most már nem kell, vigyed. Elmegyek a Secretre. Menj a hátsó. Te nyitottad ki a kijáratot? Nem. Negatív. Akkor ki van nyitva? Van ott valaki lement? Hát... Én biztos nem. Nézem a csöveset itt. Ja, ezt már megnéztem, de hülye vagyok. Visszamegyek a szkevemet megnézni, hogy van-e benne valami. Sniper-tól a player. Az nem tudom melyik a sniper, amin a sniper szkev van a tetején, vagy mi? Csula mindjárt megdöglik. Cukor. Kéne mennünk segíteni. Ja. Menjünk. Vagyok. Jusszektől jövünk. Tobi, te hol vagy? Jusszek előtt vagy? Nem, lőjed. Szikritelük. Rajtam van egy scav, ti lövöldöztök itt közel? Sniper torony mellett, ha a sniper torony néztek, jobbra van egy player. Én daráltam le egy izépet. Haltam! Sniper. Egyből headshotot kaptam. Nézel jobbra, player. Várjál. Nem, ez még ott volt, itt volt a csöveknél, Starky. Az baj. Az nagyon baj. Látom, fut hátra, kiárathoz a gyerek. Igen. Hát, hogy túlszaladt már. Mert az rád fog szaladni szerintem. Nem ilyen. Ott haltál az első ilyen nagy toronynál haltál, nem? Igen. Lent a fehér részen? De ez mi a tököm, hogy a gyerek így tak és haltam. Full armorba, érted? Hát végem van. Hol? Az ilyeneket honnan szalajtják? Meg ez milyen izé? Hát nem hiszem el. Istenem. Mivel ölt? Nem tudom.
Luger CC-vel, valószínűleg egyből fejbe lőtt, azt az izét sebez, annak HP damage, nem bement a pofámon, de egyből, tehát tak-tak és kész, haltam is. Mhm, engem nem az ült meg. Hát ez van. És engem más lőszerrel, úgyhogy ketten vannak. Nem, ugyan, de ugyanaz ült meg. Jó, te is más. Meghaltál már? Hogy ne? Mind a ketten meghaltunk, de... VTF. Két lövés és headi repült. Egyből headit kaptam. Én egyet kaptam csak. De egy sniperre. Már gyorsan kiszaladok. Szerintem, amitől elkezdtük a videót, azóta csak nevetek. Úgy nevetek, hallod, ha majd kiszakadok a fakadástól. Na, az AUG-ba tudok tenni valamit? Van egy 42-es AUG tára. Nektek van AUG táratok? Király vagy. 42-es van. Meg van sima 30-as is. Igen, ez honnan van neked? Hát én is kaptam. A stanak belemegy, nem megy bele, mi? Augtár kell 30-as könyörül. Augtár kell 30-as. De Stark, Augtár kell. Jól van, megegyeztem. Ez hogy néz ki? Na jó, most fullba jövök, oda néz. Viszek ajándéklútot. Hát nekem hosszadsz, mert én elfogytam. Figyelj, hozzá már nekem egy AUG-tárat, egy 30-asat. Pont arra lenne szükség. De én is AUG-gal akarok bemenni. Hát de ne szív... Ja, nekem is van itt egy pár AUG-om. Akkor jók vagyunk, találtam. Találtam hozzá a tárat. Jézus. De hát ide mindenkit beengednek, amúgy. Ez csak annyit jelent. Tudod, hogy nem AUG-ozok. Inkább eladom. Mit adsz el? Ne add el, hozzad befele! El kell használni! Sose lesz AUG-od, amúgy úgyse fogunk annyit játszani az update-tal. Az... De fogunk, az fogunk, aki nagyon szereti nálam a Tarkovot, valamilyen rejtélyes oknál fogunk. Nincs esetleg... Roof útzár! Jézus ereje! Oda kell átszaladnom. Fél óra is vagyok, gyerekek. Jó. Atya úristen, de várjál, mondjuk sisakom, vagy mi az, fülesem még van is? Ahogyis. Nem lesz sisakom, meg izém. Van egy... Sisakot van egy... viszek neked egyet, ne. Milyen sisakot hozol? Van egy untáram, de azt nem akarom fölvenni, hát az kivesz föl untár sisakot. Van TC2001, meg LG3 van, melyikkel? TC2001, az jobban hangzik, azt jobban szeretem, az még néha működik is. Ünnepnapokon. Az a baj, mellényem sincs. Valami sima, egyszerű mellényt nem lehet venni, érted? Nem tudok venni TV109-et. Milyen mi... Unkát tudok vinni. Az nem tudom mekkora. Hát... Ha zsukkot nem tudok vinni, várja. Hát tudja, hogy mekkora a zseb benne. Ó, veszek ilyet 20 000-ért, ez az. Gyere. Gyere rám. Vedd meg. 16-os. Mindegy, nem kell, azt ne hozzá. Azok minden földi jót. Amúgy ebbe belemenne a 40-es tárt, akkor az a baj, hogy valószínűleg nagyon sokat izél vált aztán. Hol a BT lőszer, a BP? Azzal fogok jön BP-be. BT lőszer, sorsan fogsz olyat látni. PRS-sel előjállítok, az a fasza. Hattyál már! Van izé BP lőszerem valahol, várjál. Hasznos tanácsokért keres már. Én úgy tudom, hogy az a nyerők azzal nyomják. Milyen armort vegyek? Ezt meg tudom venni. Úristen, ez very big. Ez kettes armor class. Úgy is fejbe lőnek, szóval tök mindegy, hogy mi van rajtam. Ez nem... nem mérvadó. Most tudom, mit stresszelek, ezzel rendesen izgulok. Na te meg gyorsan teleportálj kicsatából. Hajj már meg! Zsola bácsi, hajj meg gyorsan! Rád várunk! Hát futok! Tő egyenesen! Aj, Isten! Már megint csak futsz! Ez a baj, látod, hogy csak futsz lassan! Megnézem, hogy néz ki a hideoutom. Mert átrakjam lejjebb? Lejjebb rakom majd, köszi! Na mi van ott, ahol a fejem? Ez a FIFA setup amúgy! Ja! Én igénytelen benyomni Zsola, csak fellövi, aztán megy a menni. De ez most micsoda megint ez a putri te? Hát itt több szemét van, mint eddig szokott lenni. Azok a csótány szkevek idehorják a törmeléket, érted, az építkezésekről. Ú, a nagy traktorgumi, mondjuk az még jó is lehet. Mi pénz lehet benne? Milyen büdösen ég? Na itt lehet azt hiszem kiverni a falat.
Húha, ez nagyon meredek irányba indult el ez a mondat. Na igen, ide kell a sledgehammer. Fogom, kiklofolom. Csak a falat lehet kiverni amúgy? Hát érdekelne. Itt? Hát figyelj, hogyha te bármi izgatót találsz a bunkerembe, te lejöhetsz ide, azt csinálsz, amit akarsz. Azt versz szét, amit akarsz. Majd itt egy kis tábortűz. Ürességet szeretem. Ha tényleg meg tudok sérülni ebben a... Nem. Ú, de jó meleg. Stark, ez egy másik akunt? Vagy mi történt a sok ger? Hát pusztuljon már ne. Hát ilyen a játék. Néha elveszi a játék a cuccaidat. Így tudnék finoman fogalmazni. Meg az életedet, ja? Na, most már berendezünk minden. Amúgy van itt egy bajonet, vagy van rendes bajonetem, jó lesz az. A szutyok szkep késsel, nem kell itt hadonászni. Hozok egy izét, merchant táskát. Az aug az majd csinálja, teszi a dolgát. Na várjátok, ezen van egy lámpa, az nem rossz. Lézert lehet rátenni, valószínűleg nem. A lámpa helyére megy a lézer. Szerintem menne lézer. Nincs egy felesleges lézeretek? Vegyék kéket. De az a baj, kéne lámpa is. Úgy lenne jó, X400-as kéne, de... Elvitted a sotimról a lézer... Ja, meghaltál. Hát, hát meghaltam. Akkor... De na, valahol lehet venni. Aha, képzelem. Valaki biztos, mert... Augon is van. De az csak sima flashy, nem? Ez csak simán taktikál flashlight, jaja, az nem jó. Ó, már... Hát akkor rakjál fel kettőt, nem mindegy. Mi az, hogy kettő? De nem megy rá kettő! Egy slot van csak az oldalán, te! Mi a szart hozol? Augot! Nincs a drága barátodnak egy flashlight, vagy mi az egy... Nincsen! Az az egy volt, ami rajta volt a shotin. Öcsém, hogy lehetsz ilyen kezdőjátékos? Nem hiszem el. Hát nagyon rögödje. Nézd ki, eset? Fancy. Fancy-nél nézünk egy izét, egy flashit. Ez valószínűleg fegyverrel együtt kell venni. Sotikon ott van a izé, pisztolyon. Pisztolyon van. Ma innen látom. Kösz, pisztolyon. Én vagyok. Let's go. Mi vagy, ezer izén van. Rubelem. Na, itt van ezen. Ez kéne. Mert az lézer és flashlight egyben. Bármink ez azt hiszem elég gyenge. Ez kéne. 31 ezer, hallod? Hát menj már. Egy flashlight? Nem, hát a pisztoly kerül annyiba flashlight-tal együtt. Hát ez... De a pisztolyt kidobod, nem? Kién eled együtt. Mindegy, kit érdekel. Nem kell. Na, visszarakjuk a flashlight. A flashlight is elég lesz. Streamon, bak, nem mindegy. Ja, hát én mindig így vagyok ezzel. Várjál. Ennyi. Amúgy sok csaló van, ti mit tapasztaltok? Mert most itt öcsém mondott egy olyan jó taxot, ha csaló van, mit kell csinálni? Hát csak le kell lőni. Na. Ennyi. Az igen. Hát... Öcsének ezért fizetnek, hogy ilyen okos legyen, vagy magától jön neki? Hát az a helyzet, hogy még egyelőre nem, de az volt terve. Nem akarom lelőni a poén, de valószínűleg ez nem fog összejönni neki. Nem bántásbú. Na, megvettem. Ugye, annyi hülye megél a mai világba. Célozgatsz? Nekem is megy. Bazeg, vedd már szépen. Na, meg vagyok. Kijutottál már? Ki persze. Na, 14 óra 00, custom, és gyertek, ezt összepakoljuk. Tobi, hozod a sisakomat? Hozom a sisakodat. Úgyis pofán lőnek. Úgyis múltkor lelőtted a gyerekre, most kiviszem neked. Vagy beviszem. Mi, azt én lőttem le? Dehogyis, mikor játszottunk volna már te? Hát egyszer játszottunk, nem? Aha, és mi történt akkor? Hát akkor lettem 4-es. Mi az a gázállat? Szóval, amikor készülsz Csernobilba? Oda megyek. Na, a gyerekek, amíg 15-ös szintre nem ér el az ember, addig szenvedés. De hát ez van. Meg hát régóta nem játszott, nagyon sokat hagytunk ki, úgyhogy már a lövész sem megy. Te tényleg ilyen mellényt hozom meg ilyen armort? Let's go, Pali. Nincs is rögtön armort.
Van rajtam armor, kettes. Nincs más. Szórakozom, hogy meghozom a négyest. Hozzad a négyest. Meg négyes is, akkor kapsz kettes armorra. Mit izélsz? Az is csak fontosabb, mint a testpáncél. Fej nélkül nem tudok játszani, de torax nélkül még tudok mondjuk. Még Zsola is jobban néz ki, mint te. Hát az egy más kérdés. Már hol? Hát a játékban, te butus. Ja. Én is csak erre gondoltam. Egyből jön a versenyszellem belőle. A billit felraktam a fejemre, innentől kezdve. De mi a VV2-es taktik billivel jössz? Uh-huh. Az jó, mert az még napellenzőnek is tökéletes, mert a vége egy kicsit így kifelé kiáll, nem süt a szemedben. Így igaz, így igaz. Sőt, esőben is. Hogy a háborúban. Mert akkor csak felteszed oda, lőni kell. Azt mondja, a háborúban. Tényleg, Zsola, te hol vagy most amúgy? A szerelmes szíveknek üzennénk, hogy... Merre vagy talán? Most Írországban vagy? Nem, most Ausztriában. Ja, most Ausztriában. Még egy hónapig, aztán Liechtenstein. Aha, na. Mi az, hogy szerelmes szívek? Ja, csak üzéltem itt az előző gyönyörű guggolás gyakorlat után. Ja, sokan láttak, kurva jön. Hát, igen, de ott azért úgy döntöttem, hogy azért csak számoltam. Csak kinyomom. Hát nem baj, lett bőle gyönyör hát ezelőtt. Az... Ja. Híres vagy, haver. Nem az a kellemetlen, hogy te megcsináltad, hanem hogy én végignéztem. Tehát, hogy... Nyitott szájjal. Közben kiesett a kis süti. A háttérbe ugyanúgy. Ez mi? Kapcsolt ki. Nem csak Zsófi, még a macskák is benéztek, tudod, hogy mi történik. Azok is több beszaladtak, mint akkor porcióza az ágy alá. Bonyítva. Jézusom. Úristen, talált meccset. Nem is kéne ebbe a játékba több, csak customs. Ennyi, a legjobb pálya. Az összes között. Mégis halunk rajta. Ja hát, de figyelj, ez a játék erről szól. Egyszer ki fogsz jutni. Egyszer. Azért bemész, hogy kijussa. Tudom én. Uh-huh. Ezután a live után ugye tudod, hogy én még megyek. VT-re. Igen, mit csinálsz ott? Hova mész? Szenvedni megyek, mit csinálnék? Fasírt, miért törölted ki azt a kommentet? Nézzem a Last of Us-t. Nagyon nagy sorozat. A játéka nem játszottam, úgyhogy így nekem így tökre izé, feelinges. Nem tudom, hogy melyik nap jönnek ki az új részek, nem tudjátok a Last of Us-ból? Azt én sem tudom, mert azt én is szeretném tudni. Kettő van eddig, nem? Mm-hmm. Igen. Hétfő meg kedden szokott jönni szerintem. De nem vagyok benne biztos. De jó, ti játszottatok a játékkal? Én nem. Keddenként jön ki elvileg. Azt nem. Mondják ki. Sarjabbak. Hogy én mondjak. De hát az előző tippek után már nem bízok meg benne. Ja, várjál, Daniról beszélünk. Igen. Ja. És akkor a megbízhatóságot osztom kettővel egyből. Ladában nézem majd itt a nagy medical lootokat. Hétfő, nálam hétfőt írnak, úgyhogy hétfő éjfélkor azt írja valaki. Hagyjad már, kaleidoszkóp, vagy mi a tököm ez? Optalmoszkóp, majdnem ugyanaz. Kaleidoszkóp, szöntje! Ez picit a szem... Itt egy Tetris. Tényleg, de viszont ha találok egy kaleidoszkópot, Zsuzsa, kipróbáljuk. Kell valakinek egy Tetris. Adom, nekem minden jöhet. Alulról vagy felülről? Mindegy. Először alulról, aztán felülről, hogy finom legyen. Mert attól függ, mennyire vastag, mert ha vastag, akkor a felül nem engedem. Ha mekkora egy Tetris, te? Nem. Starky. Bazeg, itt a... lootolom át itt a nagy helyeket, hát hol lennék? Mert sisakod nálam van. Ugorjatok egyet? Ah, itt a Billy fej, jó van. Ott megyek a sarokba, dob ki ott a sarokban a izébe. De jó, hogy ugrottál.
Ugrottam. Olyan izének van. Kidobod? Figyelj, jön az benyúlja. Zsola, neked is van. Fityisz. Tessék. Adod neki a Tetriszt, hogy örüljön. Ő legalább ki tud jutni vele. Most valaki ide bevág egy granyót, azt mind a hárman megdöglünk. Na menjünk szépen, gyerte. Amúgy tesszük, hogy ezt a sisakot felvettem, berakta az inventoriumba, kivette, és felraktad a fejedre, vágod? Ez így egy másodperc alatt megtörtént. Nem, ott hagytam a Tetris, hoztad, ugye? Ott hagytad a Tetris? Persze, tesó, mondtam, hogy nem kell, csak be voltam némítva. Ó, te. Pardi, nekem ne hagyjatok semmit. Valamit el úgyis meglövöm. De figyelj, a remény hal meg utoljára. Nagyon jó nézni, hogy játszom. Kora reggel, hétfőn fixen fenn van nálam, azt tudom. Na. Figyelj, hogyha keddet elosztom kettővel, az hétfő lesz, nem? A hét, meg kedd az a... Na, ki merre van? Én itt a medikesben lootolom a kék dobozt. Megyek a töréshez. Én egy szkevet kergetek, csak nem tudom hol. Tudjuk mögöttet. Leszik. Te szaladsz ott kint, ugye? Te vagy a targoncánál. Piros vagyok. Ha? Piros saroknál vagyok, ja. Ti? Törésni. Fogsa. Szkebb valahol itt járkál pirosnak. Hallom. Merde kellene. Kimegyek törésre. Atya úristen, milyen szolid hangtompítós. De ti már ott vagytok elől a törésnél, nem? Kijöttünk már, mert itt, igen. Igen, dördbridge-en. Vagomba vagyunk. Éppen vagomba. Szembe... Várni vagon. Szkevet, szemben nem látom. Megindulok. Dördbridge felé. Látottam automatára. Amúgy Customs a szebb, mint az új map szerintem, olyan igényesebbnek tűnnek a modellek, nem? Amúgy igen, az előzőn akartam mondani, hogy mondom, nagyon rossz a grafika tartóba, de nem, az a map brutálisan csúnyú. Igen, tehát, hogy... fent van egy slow GB. Lootolom a bokros szipitet. Otor. Ez VTF. Ott a scav. Mi lövünk? Én lövök a... Én jövök melletted. Azt hiszem lelőttem. Lent, fent? Fent volt ott a lámpás kijáratnál a kocsi előtt. Most lőttem el. Szerintem igen. Te szaladsz fent, Tobi? Igen, mi vagyunk ketten. Jajajaj. Busz megálló vagy. Ő mögötte. Ilyesük nem visszük ki, túl nehéz most. Piros gumpov der. Ezt talán, jó, majd tározunk kicsit később. Jó, én vagyok, jöttem fel itt mögöttetek. Na, itt van a szkeven. Nézd már. Jó kis kala. Viszem is el. Tusonka, bandage. Trailer park kabin kulcs. Kösz. VTF van, bro. Ez a zoomka jobb amúgy, mint az enyém, úgyhogy ezt lehet, hogy elviszem. Mert látsz valamit, vagy mi van? Nem. Nagy fatörzs. Átcsodálkoztam. Ja, mindjárt rakom. Megyünk azért? Intelligenciával? Intelligenciát szeretnél? Új építkezéssel? Itt vagyok, hátul törésnél. Te már átmentetek itt a... Törésen átjöttük. Na, bemegyünk kint mellett. Jó. Akkor mindjárt jövök.
feltározok arra az egy tára, tele legyek teljesen. Legyen szűrő, legyen szűrő. Ti vagytok itt ketten, nem? Nem, ezek nem ti vagytok! Hol? Baszek! Kaptam, fehér kocsi mögött vagyok, buszoknál két gyerek. Kettő halt! Hú, baszek, nagyon vérzek, mindjárt megpusztulok. Jó, van, akkor van, te vagy... Van, én vagyok, én pecselem magam. Kinéztük egymást, ki kicsoda? Nincsen szerintem, be kéne... Nem tudom, nézz körbe. Bazzeg, nagyon vérzek. Az nem kell. Honnan jött? Intelligencia? Arra biztos, hogy onnan. Jöttek, ja. Ezek ide be kell vennem. Mind a kettő halt? Mind a kettő. Igen. Valaki felment. Én voltam, bejöttem ide az egyik bódéba. Hílelni. Hát jó. Mi van, búzák? Szépen leraktad őket. Hát amúgy kicsit, de hirtelen tudod, azt hittem, hogy ti vagytok, csak mondom, VPU van a gyereknél, mondom, biztos nem ti vagytok, úgyhogy akkor elkezdtem darálni, mondom. Csak féltem, hogy megöllek titeket, azért nem akartam lenni, mert ilyen kis izé béka lelkű vagyok amúgy, hogy, vagy béke lelkű. Ó, Istenem. A béka nekem jobban tetszik. Itt jön a Hababa, itt jön valahol balra, a... Mi az? Keresem. Szerviz felől hallottam, hogy itt pofázik. Egyik kezem nullos, ezt mindjárt meg kell javítani. Kevés lesz a heal, az a baj. Játszottatok már az új pazmafóójába? Próbálkoztunk. Téged lő nekem. Engem lő intelligenciába. Nem tudom onnan. Mm. Ott van az én építkezésnél. Ez egy sima squad? Sima squad? Érted, mert akkor rámegyek a sima squad, de most... Hogy jöttünk egymással szembe? Oh. Ti fenn vagytok innen be? Nem, lent vagyok az egyik kis bódiba, még mindig hílelek. Valaki rám lőtt. Honnan? Valakit, mintha hallottam volna fent innen be. Aha. Ben van az izébe. Turretbe. Bot lesz? Az lehet. Aha, ott van. Lehet, hogy bot lesz a bot. Onnan látom őt. A picsába. Handwheel, let's go, bros. Ó, három tára maradt az okba. Az a baj. Nem baj, elhoztam egy kalát meg. Mindjárt megnézzük a bátyáknak. Én szerintem, de amúgy lovosak voltak, hát... Nagyon nem figyeltek oda. Ez honnan? Itt lő valaki. Tobit elősz? Ez turret, ez halt, a turret. Halt. Nice. Turretes, de a turretes lőttem le. Jó. Na, mindjárt fölhíleltem magam, még egy kis türelmet szeretnék kérni. Ti skeleton felé mentek körbe? Nem tudom még. Megyek megnézem, mit lőttem. Mondta, hogy nagy szintű. 16-os volt, az nem is olyan picike, hagyjad már. Ezt ad ide, légy szíves. Ez 15-ös volt. Na, hát az már annyira nem is bot kategória. Van szó. Híled. Ó, hozott nekem M4-től itt. Nagyon jó. Nincs rajta egy B betű? Mert? Stark. Hát mert benyelve. Ezek hülye vagy, ezek már itt lootolgattak. Ja, itt az imunála. Én vagyok. Pakolom is el. Másiknál semmi nem volt. De fegyvere volt, nem? Hát, ja, de szerintem ott hagyod a francba. Hát mi? Itt egy AK-74-es, kajak 15-ös. Scab backpack kell valakinek? Nem. Róla annyira nem menj előre. Várjuk meg Starkit, hagyj végezzön. Mi ez a green flare kertics? Ez mire jó? Ezt érdemes? Ez egy green flare, azzal lehet kimenni bizonyos helyek. Mint például az előbb. Ahol ki meghaltál, na annak telibb a út másik végén. Nem? Az. Lehetséges. Bent vagytok, innbe? Itt vagyok bent, igen, csak alul. Adom.
És spannol még itt intelligencia, vagy nem? Hát túl nehéz vagyok. Most jövök be hátul. Itt mindent lootoltál? Bet. Nagyon nagy király vagy. Lófasz rizsel nincs itt, baszd meg. Mi vagy? Az igen! Az mekkora fegyver! Az nem tudom, hogy lesz jó. Hát igen, büszke is vagyok rá. Van ott... De ez most valami vicc! Meghaltam lent! Érted? Ez mégis... Nem mondod. Mi? Úgy, hogy már a fal mögött voltam. Hát ezektől megyek a falnak. Jaroszláv Borov megölt úgy, hogy lent voltam. Head Ice lőtt nekem oldalról a Turettel. Hát ilyenkor szét tudnék törni valamit. Ez mi? Te jöttél fel? Igen, én. Ez a milyen sok van rajtad ebben egyedül is? Experience... Fúny, de szétcseszek valamit. Egy szkevölt meg, faszim. Onnan, itt konkrétan lent, bementem, lootolgattam, kicsit azt néztem, hogy mit tudok rárakni a kalára. Lőtt kettőt a Turettből, mert Jaroszláv úgy gondolta, ő egyből átlőtte a falat és Head Ice lőtt az építkezésről. Jézus úristen. Ez ilyenek, ez mégis... Most olyan szépet tudnék mondani csúnyán, csak nem szokásom, úgyhogy most ezt mindenkitől... Bocsássatok meg nekem. Most. Hát ez valami vicc. Gyors, kimegyünk, ezt menjünk kövér. Hát ebben a játékban hogy ennyi. Játszunk egy pár kör, meghalunk az kövér. Az augot azt hozzátok már ki, az annyira jó fegyver. Nagyon pacek fegyver. Jó, Pali, nyomjátok be. Menjetek le, azt lootoljatok ki, ott van egy csomó cucc nálam. Az augot hozzátok már ki nekem, mert nincs más fegyverem amúgy. Meg kell a tár is hozzá, nem? Na, a tár is kéne, de lőszert is be kéne tölteni. Öcsém. Na, és akkor hol álltál meg? Hány perc van hátra? Már lootolom. Hány perc van hátra? 26. Megpróbáljak bemenni? Ne legyél így. Hype vonat, let's go. Próbálj meg. Ha, még lő az egy turret. Téged lő? Engem túl. És nem tudom pontosan honnan. Így teleraktad a táskát. Azt mondja, elméletileg most volt ennek pont az enyhítés. Hát ez rohadt jól sikerült. Tehát azért legyünk már őszinték, ezt egy player nem lövi ki. Vagy ahhoz tényleg brutál csalónak kell lenni. Hát ott azon az üvegen, hogyha onnan ő szabad szemmel látja, mert a Turettben nem tudsz célozni nagyon, hogy én ott vagyok, és lő egy Head Ice-t már úgy, hogy közben mozgok is, két lövésből, persze. Jó, mindegy, nem akarok itt a rage-elni. Nem, palért ez. Nem, hát ez nem normális. Mentem egy tök jó play-t, és akkor izé van. Nézd meg, mehetek ezzel a retekkel, hogy néz ez ki? Sorlenőn 150 méterről kaptam azt. Most merre vagy? Én elindultam építkezés fele, de megálltam a zöld konténer alatt. Itt van pár cucc, amit nem tudok elvinni. És hol vagy? Itt van az int is belent. A halott hullánál. Int belent, az fasza. A halott hullá. Ez a buziszkevlő. Megnézném az élő hullákat, hogy mennek Tarkovban. Vannak. Int belent. Hát igen, ez nagyon cringe, és itt lőtt engem is vágott. Várjál, most be vagy biztosítva? A fegyvert elhoztam, a sisak az az enyémé. Nem vagyok bebiztosítva. Nem volt már rá pénzem. A sisak az, hát igazából a fegyver kéne, meg a sisak az a jó cucc. Meg a táskát is elhozhatjátok, mert rohadt nagy. Táskát nem bírom elvinni. A sisakot meg a fegyvert kiviszom. Hány perc van, ne látok hátra? 24. Jó, 19-re dobott. Mindegy. Mit adott? Ez csírt, Pali, meg mindent. Nagyon király vagy. Nem lehetek szkeveket, úgyhogy ez így elég kellemetlen lesz. Találj playert így az utolsó pillanatban, aki valószínűleg már full gear-be fogja nyomni, hogyha még életben van. Megkeserítse az életet. Zsola, csukd be az ajtót. Mit szeretném már nem csinálni, Tobi? Semmit, csak csukd be. Te meddig nem csuktad be, nem tudod meg. Miközben csukod be az ajtót, hátulról leüt. Ó, Jézusom, ne vedd elő!
Igen, úristen, de kicsit. Vigyázz, jön a 30-as romboló. A 30-as romboló, mint Stark az előbb. Úristen, mekkora fegyver ez. Ha ez volt az a szobás történet, jó van, szóval szépen nem kérek. Jó van. Értem már, te pont itt voltál, amikor Stark meghalt. Ez volt az utolsó sztó. Nem, amúgy. Vagy hát, olyan szokásos Tarkov, olyan semmilyen. Jelen pillanatban. Lenyomtad a úristen very big szkenét. Mehetünk Zola. Mehetünk Zola. Ott ugrál szembe valaki. Megyek rá, pörgetem. Te futsz. Pazd. Én futok, ja. Jó, ne törd a lábat, te szerencsétlen. Hát, gyere, gyere, komám. Skeleton ott a plaje. Úgyhogy már dob felé, mi a helyzet? Pillanat, lemutol magam pici. Van a Maugli. Hopp hopp! Kifogytam! Fogytam! Az lehet, hogy scam volt. Hát ez scam volt. Hát szar lehet. Kit érdekel? Kit érdekel? Hát most bazzek, látszik, hogy player most várjon meg még őlőle engem. Ugyan kérlek. Bocika lesz a segítség? Elvesztünk akkor. Bazzek! Uj! Pali. Lelőttem egy palit, scav player volt, úgyhogy az összes scav engem akar, de a repum az majd megsínli. Igen, Tarkov. Én szeretem HK vagy M4 szerintetek? Hát a HK az jobb. Nem kérde. Nem akarok sok szkevet lelőni azért. Mi volt ez a lag? De kellett a csipszó. Ne, ki neki... tudsz ott menni? Szerintem nem kiárat nekünk, hát nem füstölnek. Szerintem nem, szerintem se. Füstölnek, akkor zöld. Rose Rage Inter, a Factory Reserve HK egyébként M4. Én az M4-et szeretem, mert ugye nagyobb a fire rate-je, aztán M4 800, 850 a HK, ugye? Jailbreak-es bug M4, vétünk bug. Nem szabad. Vagy a HK-nak nagyobb. Jussa, jelmen, veszek, na jelmen meg. A táskát. Takarodj már! Halt? Nem, bement. Ne! Basz meg! Rohadj meg! Fut, te futsz, jó. Én itt vagyok szemben, hogy bejössz az ajtón egyből. Most már nem mész el. Ütök. Ott van egy hátra, a mondom, hogy azt neki. Mi? Le!
Azt ide spónolta! Hát bele spónolja a szkevet a pof... Hát mi ez a játék, gyerekek? Hát végem van. Jó. Hát kinéztem és nem volt ott. Vagy ott volt? Vak vagyok? Nem volt ott. Hát oda érkezett a szkev. Hát akkor rendben, ezt megbeszéltük. Kijöttem. Elhagytam egy táramat, hál' Istennek. Nagy tár volt legalább? Nem. Ott van Warzone 2, vagy DMZ. Úgy kaptam a minusz reput, képzeljétek el, hogy rám spawnolta a szkevet. Ja. Ezt érdemes, szkevgyilkos, így van. Megérdemlem. Szégyellem is magam, de nagyon. Este aludni se fogok tudni szerintem, hogy őszinte legyek. Na mi lesz, Tobikám? Számítatok rá, hogy kihozod a szajrét? A fájtól sosz zémével? Igen, gyere már be. Kövök, hol vagy? Itt vagyok egyben az ajtóba. De még élve? Persze, csak ketten vannak. Jövök. Basszus, ez te vagy? Bazd meg, Tobi! JTF bro! Hát mondom, jövök, kezdj, hogy széttúl! A fasza. Most már nagy segítség vagyok itt, mert ez gyógyszer ezek. Mi kell? Na, hol van? Itt van egy kamaz mögött. Hát az a baj, nem látok semmit, bazzik, van egy gyógyszer kell. Mert fejbe lőttél, vágod? Tényleg? Fejbe lőttél, azt levédte a sityak. Ember, te őrült vagy, Jelci. Mit tudni velő, szóval kell egy gyógyszer? De nem látom, hogy hol van. Hátul volt egy szkep gyerekek, amit el is lőttem. Vagy ez? Ide futott balra. Tár, azok azt rámegyek. Na, hogy hátba lő. Van rá esély, hogy kihozod a cuccom, Tobi? Csak már akkor én felkészülök lelkileg. Van. És mit van, hozol? Van. Fegyvert, meg sisakot? Az kész, nem? Igen. Jó, minden más szerzek. Jaj, nem. Hú, nagyon nagy ez az M4, Pali. Ez egy bombé, mint. 556, 45 FM-jé. Van még itt egy iszkáp. Repunk egy picit megsínlette. Bobby gyorsan addig lobbyba rak mindenkit. Jaja. Tudjanak jönni velünk a következő körre. Yesterday. Ez bakter kövi, csöpő. Akkor indul a bakterház. Jaj. Van itt még egy csomó M56-os tölim, úgyhogy akkor azt majd elhozom. Megint elhagytam a táramat, nem hiszem el. Szurkolok nektek. Szaladjunk ki fel a faszomban, nincs kajám. Van kajád? Megnézem. Hatoson vagyok, hatoson. Gyere, adok egyet. Köszi. Car first idet leviszünk. Már akkor nem lesz elég helyem. Legyen ifak. Fenn se adjam ezt a streamet. Már miért nem? Tudod mi a tagline? Ez a tarkod. Megenni úgy a konzervet, hogy fel se fedezed. Hoppá. Bélgyulladás. Nagy király vagy. Majd adok neked kutyakaját, mit szólsz hozzá. De nem nézheted meg, hogy mi van benne, csak meg kell lenned. Hát de most már tudom, hogy kutyakaja. Nem, nem az lesz. Kaviár lesz benne. Nem az lesz. Hogy nézzük benned akkor. Mindenkinek ami jár. Így van. Van Mikulás sapkám. Meg szakállam is van amúgy. Ki tudunk menni Terbin? Nem hiszem. Hát ki elvileg. Én leszek a Miku.
Ugi Stark nekem a fanstrapom 075. Amúgy nem szoktam, félreértést ne essék, amúgy nem szoktam szkeveket. Kimenti? De most jól esett az előző kör után. Most jövök le. Nem visz ki. Zsolt tovább. Ja, az első nyilvettem? Aha. Nem. Azt írja valaki, honnan van ennyi mindened? Sziasztok. Szerintem szopatnak. Gondolod? Úgy érzed? Már indultál tovább, Tobi? Ja, most jöttem le a rampáról. Be is jelzettem, hogy Bitri. Lehet, hogy Tarkóban nem vagyok nagy király, de mutatom, hogy mim van. Csak nem látom, ne. Csak mondjad. Csak mondjad. 30 centi. Jézusom! Így van, ugye? Szia! Szia! 30 centis? És szőrös? Ez igen! No, lehet picit nagyobb, olyan 1,20 farokkal együtt. Mm-hmm. Külön farka is van! Uh-huh. Meg füle. Bocika. Itt van bocika. Már az én csetemen tudják, hogy miről van szó. Ugye? Egész de honnan tudják, hogy a tiéd nem 30 méter, mert egyből tudták, hogy ez boci. Hát 30 méter? Kezdjünk kicsit túl nagy méretekbe átmenni. Ipariba. Na hát, bacika, ezért hagyjuk fenn a streamet, hogy valami értékelhető is legyen benne, mondjuk te. Mi van? Mi van, boganom? Húzzunk ki amúgy, ne lútoljunk. Menjünk. Eltelik az idősz. Hát amúgy én már tele vagyok. Játszunk. Valaki hozzon egy centit. Megmutatom, mekkora a macska. Előttünk. Jaj, várjál. Így. Nem fér bele. Nem férsz bele, bogaram, a képbe. Milyen szomorúan tekint lefelé. Jó, menj, gyere. Azért nem mertem kinézni, mert lőttem. Itt van egy másik is. Gyere. Most itt van az ölemben. Halockövesbe. Mi van te? Becsüccsensz? Lábacskát? Mi van már csűnáltásom? Fájdalom. Ez már el van benne úgyis. Toromból, nem tudom, lehet-e hallani. Puci. Tudtadám, hogy boldogság hormon termel, hogyha a macska toromból rajtad? Hú, akkor most Starko után szükségem van rá. Így igaz. Már a játékot mindjárt lemutolom. Nézőknek. Torombolj egy picit. Ide torombolj. Jaj. Ez az. Mindenkinek kell egy kis... Nagyon jó amúgy. Hallani? Mert van itt esetleg jutalom falat? Akkor még jobban darom el. Paci! Na jó. Zsola is hallotta. Simán hallani, nagyon. Én nagyon nagy cicás vagyok. Nincs is macskád. Te sónak van kettő. Nem tudom fent beállítani a székemet. Nem, ez nem arra van ez a gomb. Azt írják, hogy szerintem ezt Stark csinálj. Hát lehet. Na, hogyha fentebb tudnám egy picit. Ne jó, darombolsz. Akkor látszódna a macska az ölemben. Így, né? Gyere, itt van, pocika. Így van. Jó van. Tápoli. Gyere ide. Nekem állatom. Elég nagy állat vagyok már, hova legyen még állat. Itt a toll. Paci. Barátaim vannak. Jó, neked barátaid vannak, nem macskád? Bocika Minkun, így van. Gyere, tedd ide fel a mancsot, ide. Így. Nem lehet ezt fentem állítani. Így, tedd oda a mancsot, úgy. Ügyes vagy. Meg tudnád hallgatni egész, tud olyan hangosan dorombolni, hogy nem tudsz tőle aludni amúgy. Nem durva, most még nagyon lájtos.
olyan cukin tud aludni, függőágyba alszik mostában folyamatosan. Úgyhogy... ez nem ilyen hanem ilyen... Úgyhogy el van meg megy leves. Tarkóban még mindig a kedvencem a töltési idő. Elég. Elég sok. Köszi, köszi. Janti. Kihagyjuk. Ugye? Ugye? Be akartunk jönni, ott álltunk az ajtónál sorban. És ma velünk is foglalkozzanak, mert egész nap aludtunk. Elment három néző. Ők is kutyások voltak biztos azért. Ugye? Ugye? Akkor jobb is. Faszom. Dolgozogatlan szlogen, hogy mosolyt gyártunk. Pár szóval zajlottam. Ez a stream, gyerekek, nem? Nem kell ide Tarkov. Amúgy minden, azt vettem észre, minden streamernek kb. Van valamilyen állata. Nem? Macska. Igen? Ő szokott jönni, aha. Hát de azért, mert van rá idő. Nem? Hát most érted, tehát, hogy azért ez egy általában munkanapot honról végzi. Macskára kell inkább sok időt, tehát hogyha macskáhonnan megeteted napi kétszer, meg egyszer kipucolod az almot, akkor legalább 10 percet foglalkoztál vele egy nap. Tehát azért... Hát jó, nincs, de azért nem jobb a macskának. Macska tovább el van, úgyhogy mondjuk nem foglalkozol vele, mint egy kutya. De persze a macskával is azért kell fog, tehát azt nem lehet, hogy sose foglalkozol vele, hisz akkor egyrészt minek van, másrészt neki is igényli a társaságot. A másik meg, hogy... kutyával azért jóval többet kell. Bár Bocika amúgy egész nap szereti, hogy cseszegetik. Most hova mész? Ünnepeld meg, Málna szerzőtől kapott első szuper... Bocsánat, a macska szaglássza a mikrofon. Ez mi? Málna, ünnep! Tudsz, tudsz, tudsz! Ez nem ilyen... hanem ilyen... Szia, Jiren! Na, éhesek vagyunk? Oda nézzetek, mekkora mancsunk van. Hát mekkora mancsunk van? Biztos az én karom kicsi. Mondjuk az se túl nagy. Hm? Mi van te? Kis szörös, ki kéne kefélni a bundádat, nem? Hm? Látod? Ott a sok néző a cseten. Na menjél! Elmész? Elmész? Most... dönthető. Elment. Elment a macska, úgyhogy... Húp! Valószínűleg majd ki fog menni. Ezt visszahúzzuk. Hoppala popala! Na, kim vagytok már amúgy? Már váróba vagyok. Ja? És Tobi? Lepakoltam, meg betöltöttem a fegyveredet. Köszönöm, lőszert azt én is hozok, ezt nem tudom bebiztosítani. Sisakot nem hozok, fegyvert nem hozok, meg hát body armorom sincs. Ja, várj, azt meg kéne valamit venni, van. Bebiztosítsam az augodat? Aha, nyugodtan, nyugodtan. Legalább te visszakapod. Sajnos allergiás vagyok a macskákra. A szívás. Hát azzal nem tudsz mit tenni. Ja, de van armorom, hülye vagyok, hát armored rigua rajtam. Jó. Zsolcit meghívtam meg. Szája Lajost. Én vagyok a Mikulás? Kimész? Bocika kiment. Bejött a szünetre. Látjátok milyen jó macska? Tudta, hogy mikor kell jönni. Elment Bocika, és elment öt néző. Meg tudom érteni. Meg tudom érteni. Bocika egész nap aludt. Mindjárt megmutatom nektek, hogy hogyan alszik a függőágyba. Nem tudom, hogy fogjátok-e látni. Én is megnézem, várjátok. Igen. Olyan nagy forma. Mert majd visszaértek a vonataim a depóba. Játsszuk ilyen szar telefonos játéka, ami úgy megnyugtat. Na. Itt így most alszik. Nem mutatott Bocit? De most mutatom. Így alszik a függőágyban. Milyen quality, nem? A kép. Úgyhogy ja. Így tudod szúnyókálni. Ez pont itt van a fal túloldalán.
akkor ott az felmászik, és ez tök magasan van, tehát ilyen másfél méter magasan legalább. A francokat, hát, na, hát legalább másfél méter magasan van, az biztos. Inkább ilyen 1.60-1.70 környékén. Nagyon kis cukika. Láttad? Jó. Ja. De szép macska vagy, Sanyi. Ja, a bocika nagyon cukjála, Istennek. Az üde színfoltja az életemnek amúgy. De tényleg. Az állat amúgy tökre jó, hogyha van az ember életében, szerintem. Feldobja. Persze, jó, mondjuk te neked mondjuk nehéz úgy, hogyha folyton utazol. Hát igen. Nem, hát de én most fogok letelepedni. Letelepedni? Most azért megyek Liechtensteinbe. De ott végleg? Vagy mi házat veszel meg ilyenek? Ah, persze házat veszek. Jó, vagy tudod mennyi ott egy ház? Egy telek 600 millió forint. És egy... Azért tudom, mert tesó még építkeznek. Nem ennyire gazdagok. Ott nagyon jó támogatások vannak állami szinten. Nem akarok nyúlkálni a zsebedbe, engem senkit nem érdekel. Vagy engem nem érdekel. Nem, csak ezt most azért mondom, hogy... Mert most pont kérsz a házállat, hogy köbben egy ház olyan 2 milliárd forintot megépíteni. És csak a kormány általában támogat. Az nagyon jó. Itthon nálunk, nem tudom, hogyha akarsz egy normális házat, akkor a lelakottak, a nagyon durván lelakottak kezdődnek ilyen 40-nél, de az egy sima, egyszerű gagyi kádárkocka általában. Ilyen Pest megyéről beszélünk most nagyjából. Tehát Pest is vonzás körzete inkább. Aha. És akkor hát úgy megyünk egészen az 50-60-70-ig, hogyha ugye szeretnél. Én nem tudom, hogy valaha lesz a házunk. Én egyszer szeretnék nyilván egy sajátot, de hát... Meglátjuk. Kertes ház. Aha. Ugye legalább 3 szoba kéne, meg kéne egy dolgozószoba. Ami streamer szoba nyilván. De mondjuk nem a Zsófi, ugye ott neki is ott lenne a gép, és akkor tudna dolgozni. Tehát, hogy akkor legalább 2 workstation elférjen, meg egy ilyen... Egy olyan jó lenne, tudjátok, ilyen legós setuphoz, vagy amúgy amit csináltunk, vagy amikor Jackkel ugye raktuk a puzzle-t, tehát, hogy ilyeneknek legyen ott pluszba a hely. Egy gyerekszoba, meg egy háló, és akkor az úgy mozós. Na ja, nem tudom, engem nem érdekel kinek mennyi pénz, hogyha valaki megengedheti magának, az örüljön neki. Engem az, én nem leszek attól se több, se kevesebb, hogyha a szomszédnak van saját háza, vagy nincs. Egészségére. Alvós cam, mármint hogy macska, alvós kamera? Az olyan fura lenne, nem? Sztárkikám, a mai világban szerintem nem. Az is igaz. Azt is streamelhetném, hogy én alszok. Az is nagyon izgalmas lenne. Na, hát azt már senki nem nézni. Az senki. Tatabánya messze van. Voltam már ott amúgy. Nem, boci, nem nincs kényeztetve. Na, dob ki. Szépen köszönöm. Ó, nézd rá, mit lootoltam. Én vagyok a Mikulás. Kulcsotok gondolom ide nincsen, amúgy mi? Nincs. Szépen köszönöm. Mit gondolsz? Mögöttünk ilyenkor spawnolhatnak amúgy bent a garázs soron? Elméletileg igen. Akkor nézzük végig először a garázs sort, hogy ne legyen mögöttünk senki, mit szóltok hozzá. Zsola, itt vagy, jössz? Ja, itt vagyok, bocs, csak beszélgetek. Jó, jó. Sarkon kabátosba vagyok közben, ezt kilútolom gyors. Ki merre jöttetek? Na, itt jöttök ti is, ahogy hallom. Maps. Valaki bokrozik. Ti bokroztok? Hátunk mögött bok... De bazzeg, mi a franc? Ez ki volt? Valakit meglőttem? Nem tudom. Valakit itt letúrtam, de nem halt meg. Ú, bazzeg. De meghalt. Bocs, valakit meglőttem. Meghalt? Igen, engem lőttél meg majdnem, de nem.
Nem haltam meg, vagy nem sérültem meg. Hát ez Scab volt szerintem, ez nem playerte. Sima gagyi Scab. Ú, te Pali, megijesztettél nagyon az. De mi, mitől ijesztettelek nagy... meg? Bak vagy? Vagy nem, hát nem nagy dilemmákban voltunk, a csettel beszéltem. Igen, nem ide figyeltem, és figyelj, olyan hirtelen kijöttél. Iskra az jöhet, kiskaja. Abra is ott tartunk, hogy garázsorra figyeljetek. Garázsoron van most bárki közülünk? Én nem. Most jövök be, ahol lőttelek téged. Ja. Itt én kijöttem ide a kijárathoz, ahol ki lehet menni. Jó, a hátsó soron vagyok. Most ott a sarkon, a konténeres átjárónál. Na, valószínűleg ez itt tiszta lesz. Bazeg, tudjátok, hogy nem hoztam fülest. Találunk egyet, szóljatok. Nem mondom, pont találtam egyet. Tényleg? Aha. Na, miért? Igaz, a leggagyibb, de megtaláltam. Ugye ez is jobb, mint a semmi. Hol vagy? Na, most garázsoron a túloldalt. Megnézem a ladácskát, aztán utána mehetünk. Aztán mutolták, akkor lehet nem dobott ide most senkit. Billy fejű, azt gondolom, Zsola továbbra is. Érted, én jöttem az előző körben is full. Az ABS-t kiosztátok az előző körben? Te hogy hoztad, hova raktam volna? Hát vetted volna fel. Be volt biztosítva? Nem. Mindegy. És ez... Hát engem hol érdekel, hát majd lesz másik csak. Na merre vagy? Spiros felé indultunk el, te hol vagy? Most megöttetek. Na dob ki gyors. Gyerünk gázpofa. Jaj, én amúgy ezzel még el is, én azt hittem izét találtál rosszabbat. GSSH vagy mi a tököm, az az még el is megy. Jó, menjünk erre, aztán menjünk át Dirt Beach, vagy hát nem a Dirt, ugye jobb rábja. Yesterday. Yes. Hova mész, te nem mész? Szemben nem látok Scavet most így hirtelenjében. Nem jöttek szembe, intelligenciába szerintem. Halljátok? Lehet, hogy pisztoly. Majd picurka lesz. Hát mentetek már? Haj, most szaladok át éppen. Az annál is túl van, ez a kis pisztoly. Gondolom? Igen. Hát, igen. Persze. A széle. Persze, hogy fogunk tarkizni. Nem úgy, ha Zsola meg Tobi is elkezdene jobban játszani, akkor én is csatlakoznék, legyünk őszintén. Hát most engem pont erre begingelnek, hogy nyomjuk a tarkót. Hát, gyakorolni kell nekem is nagyon sokat amúgy, mert nagyon béna vagyok. Én ezt érzem amúgy magamon, tehát nagyon sokat kihagytam. Vannak néha jobb... Mindannyian te Pali, hát botok vagyunk. Abszolút, abszolút. Azok a killek, ezek is véletlenek. Hát persze, valakinek kell izé második VHS-t. Hát a tiéitek lehet, hát azzal egyetért. Ekkora, ekkora csóró ez te. Figyelj, ja de várjál, tudod miért nem lehetünk még bot trió? Hát már hiányzik egy ember, hogy igazán botok legyünk, hát a Daninak is jönnie kell. Hát ki fogja meg... Hát akkor mi? Ki fog kérdezgetni, hogy hol vagyunk? Marci, kilövi le! Ma... Tényleg, Dani? Hol vagy? Hát, törésnél ti mentetek át? Igen. Jó. De hallod? Hát hol vagy? Gyere, állj meg! Figyelj, ott állsz. Hó, te vagy Dani. Ugye átmegyek. Hol vagytok? Azaz. Intelligenciánál ott... Ennek nyitva dolgok, nem? Vagy nincsenek? Jó cikát, Cici! Csókollak, köszönöm szubokat, meg minden! Cici?
Mi egyből a izé? Kastélyból lenézett a Zsola streamre. Benézek a izébe. Nem, hát ők ilyen barátok, ők ilyen barátok. Szervizbe. Megyek föl. Ajtó hátul nincs nyitva. Hű, ezt bele van. Hú, de imádtam. Starkikám? Mondjad. Itt van egy 4-es armor. Az nagyon jó, hol? 6B13, itt kint a izébe, a secretbe. Csak kéne szerezzél valahonnan egy riget. Ja, hát igen, az lehet, hogy baj. Hol van itt a secret? Ezt nem vágom, ezt a secretet, ez hol? Mész, ez jobbra a gumiknál. Gyere ide, itt a gumiknál. A gumiknál? Megvan. Már meg is találtam. Sokat foglal. Azt megesszük, úgyse vagyok felkajálva, és akkor lesz egy kis helye. Ezt kidobom most. Sokat érdekel. Egyedül ti tarkovoznátok? Amúgy egyedül nem szeretek tarkovozni, hogy őszinte legyek. És más kompetitív multiplayer játékot játszanál egyedül? Én amúgy nagyon kevés játékot játszok össz-vissz egyedül. Mert én úgy vagyok vele, hogy csapatban, barátokkal játszani. Igen. Tehát legtöbb esetben én csapatban szeretek. Vannak játékok, mit tudom, egy Medieval Dynasty-t mondjuk. Az is szívesen játszom csapatban, de az rohadt jó mondjuk így külön is. Jéghideg, micsoda? Hát igen, nem tettek róla, hogy te nem ismersz normális játékokat, ez igazából a te szegénységi bizonyítás. De ez most miért? Ez offensz, haló? Mi ez az offensz? Nem, bocsánat. Merre mentetek amúgy? Be az intisbe. Beugok oda, hogy szeretik. Intibe vagytok? Aha. Így. Komoly hózen. Egyébként házunk vele közöz a játék. Jövök fent vagytok, ugye? Igen. Zsola, fent jelen. Itt vagytok? De most akkor itt vagytok? Én fent éhezek. Van kajátok? Megettem. Már megint éhezel? Fú. Hát nem hiszem el, nekem hamarabb fegyik a kaján, mint nektek. Ez azért van. Itt egy grizzly. Ma találtam valamit. Hadd majd, hogy legyen meg. De hogy eszed? Ez se kell. Most drive. Szar, törött telefont, hogy te hurcolászom magammal, érted? Hát amúgy, aki nem ismeri ezt a tarkovat, annak biztos, hogy hardcore. Hát ez egy konkrétan, ez a leghardcore-abb katonai szimulátor, sőt. Hát az arma egy picit... De az más az a helyzet, az arma. Az inkább katonai... Hát nem tudom, hogy... Az úgy katonai, mint ez hogy... Ez egy szimulátor, hát, nem? Most tudom. Tehát, hogy az olyan, mint az egy kicsit ilyen vándorlósabb, az kicsit hasonlít jobban egy real life-hoz, meg az igen, tehát az arma az inkább olyan szintű csapatmozgásokat kell belegondolni, mivel járművek is, akár helikopterek, légicsapás, tehát az egy sokkal komplexebb, az inkább úgy katonai, mint, vagy inkább hadsereg szimulátornak mondanám kicsit. Persze nem te irányítasz egy egész hadsereget, csak hogy ott ugye sokkal több... és másabbak mondjuk igazából a megmozdulások. Mondjad. Kell egy izé. Ez micsoda? Zsola, milyen armor van rajtad? A trooper. Ez egy egyszerűsített hardcore katonai szimulátor, egy POV katonai szimulátor. Egyszerűsítette, azért vitatkoznék, de... Nehéz ezt így megmondani. Ó, van itt, jó, hát nem fognak van itt egy TT-pisztoly bent a izébe. Hát, mondjuk a szkeveket néha úgy érzem. Ez a Striker, ezt kéne szépen küldi. Viszont mindaz. Az, hogy nem tudom most minek mennyi az ára, mert nincsen marketom se, úgyhogy ezt is nézzétek. Mehetünk. Persze, hogy ne. Azt mondják, hogy ez egy szopás szimulátor. Hát figyelj. Tényleg. Amúgy. Igen. Ez úgy, ez dettó ugyanez. Ez a saját fenekemnek katonák van a saját zöbbünkbe veszik a lőszert és fejjelkezik. Kapcsolok majd itt bent lámpát amúgy. Micsoda modern technológiával játszol. Hat trap volt. Én voltam most. Bent ki van már? Én bent vagyok lent. Én hátul vagyok. Te már bent vagy? Izén. Tobi. Igen, itt vagyok hátul. Ja, jó.
érintetlenek tűnik. Basz meg! Azt a mindent! Mondd, izé... hogy még élsz. Élek! Milyen elkesen mondd, hogy még élsz. Nem... Tobi, te járkálsz most? Te futsz? Igen, én futok. Aksem. Izén volt a soti. Vagy mi az a fegyverem? Fél automatán. Én is beszartam, ne aggódj. Ti futtok most ide hátra. Aha. Fent voltatok? Most vagyunk fent. Hát itt vagytok. Most vagytok. Én most megyek fel. Van itt egy tök jó soti bazeg, én ezt elvinném magammal, mert ilyen lootolós körökre az is tök jó, én nagyon szeretem. Be lehetne tenni két slotra, csak nem tudom, hogy hogy igaz. Ó, itt egy gázanalizer kell valakinek. Starky! Starky! Mit találtál? Gyere, ma hú vagy. Itt vagy fönn? Lent vagyok, lent. Gázanalizer, az nekem kéne. Itt vagyok lent a loot szobában a sarokban. Beszarsz, mit találtam. Valami szar fejes lesz, már ide tudom. Nem igaz. Adjál, lemegyek, várjál csak. Nem igaz, mert nem szar. Ez lesz majd a izé. Hát ja. Jössz már? Jönöm is, itt vagy. Itt vagyok. Okay, we got bears. Now we got a damn scav. Jaj, mit találtál? Ez mi ez, kolbász? Menj már! Nem mondod, hogy van kolbász. Itt egy kolbász! Na, itt a... Centis. Gyere, itt a kaja, a kutya kaja, essék! Utasd már meg a kolbászt! Dog sausage, ott van! Ez ehető? Nem hiszem. Sajnos nem ez hiszem. Nem ilyen. Hanem ilyen. De vagy van itt egy gránád, ezek? Use all! Megkóstolod a kolbászom? Nem, azt neked kell megenni, azt mondtad, éhes vagy. Edd már meg a kolbászt. Látni akarom, hogy elnyomogod. Ez jó kolbászt! Figyelj, hogy harapja! A kurva élet jó, borsos volt, hülye. 40 plusz tölt. Na jó, beszopkodtad. Mit tegyünk el? Nem, mert le kell adni. Toki, hát hogy ne ennénk már meg? Kolbász ne, nem adjuk érdekel, le. Kit érdekel, lesz más. Hogy adnánk le? A magyarok vagyunk. Tudod, milyen rég ettem kolbászt? Hol megy ez a nagy kaszabőn? Amúgy előző vibe-ba ide bejöttem, kb. 5-ös szintű voltam. Ebben a ládába találtam egy redrebelt. Nem viccelek. Kb. A harmadik körünkbe. Nagy király vagy. Gyere Zsola, hogy ne maradjunk ki a jó, tesse a jóbó. Van még egy kolbászod? Nem, gyere ígyük meg. Üblítsem le a kolbászod. Üblítsd le, ja. Mit adsz neki? Vodkát legalább, vagy valami alkohol? Vodkát, ahogy te. De te is iszol? Iszok, hát. 3, 2, 1. Ki kell szölözni. Ó, megvártam, hogy azért te is elnyom. Szomjan fogok halni, bazd meg. Várja, dobok azt is. Kurva élet. Tessék, valen. Na, szedjétek össze magatokat, lassan menni kéne. Odaadtam az idivalót, azt nekem is lenúnázódott. Na, ügyesek vagytok. Hát figyelj, az emeleten kirúgtattátok a izéket? A vodka kemény. Igen. Mindent? Aha. És nem, kedvenc játékom? Azzal játszunk. Kedvenc játékom? Hú, de jó kérdés amúgy. Ezt még sose kérdezték tőlem. Amúgy nekem sosincs kedvenc játékom, én mindig mással szeretek játszani. Én ilyen, ilyen szempontból hangulatember vagyok nagyon. Tehát ma reggel amúgy, amikor felkeltem, nem tudtam, hogy itt fogok még streamelni. Aztán igazából azért... Meg társaság, nem? Amúgy igen, tehát hogy egyrészt, hogy ki az, akivel fogom tudni nyomni. Nem játék, és hogy milyen társaság van a játékhoz. Ja. Tarkovot már azért gondoltam, ma írtam Tobinak, mert tényleg annyiszor írnak nekem, hogy streets, és amúgy szerettem a játékot, csak... Ugye? Nyugodj elős elindulni azért. Így van, és most nagyon sok időt kihagytunk. Reméltem, hogy lesz benne egy kis új, meg... Amúgy azon is felkaptam a fejem, hogy volt ma az update, hát mondom, tudod, csak-csak jobb lett, amúgy jobb lett egy picit. A tarlót szerintem teljesen jó. Ki tudunk menni, nem? Ja. Ki akarunk menni? Zsaki. Ha menjünk ki, azt menjünk még egyet, nem? Na, mondjuk három olyanra pörög a streamme. Ott a scabbert. Nem. Persze, akkor kezdj el mozogni.
Na, azaz, túl meg. Hogy csinálod? Hogy stárad van, Jézus a 40-es. Egy játék. Bazd, még nem tudok mondani, hogy jelen pillanatban kód. Warzone. Nekem nagyon unalmas. Tehát ugyanúgy, mint az összes többi kód. A Warzone? Majd gyere velünk egy kört. Én nem élem annyira. Marszék is nagyon élik, de... Nekem nem adja annyira. Ha figyelzzetek, menjünk ki, mert úgyis kell egy normális izéveszt. Hát meg a vodka megütött, úgyhogy menjünk detoxra. Na jaj, nektek úgyis ki kell menetek. Fergesed, menjél ki gyorsan. Tankolj a damage-t. Ugye külön update-től egy alap AK-70-i rendesen használható. Amúgy lehet, hogy most akkor ezekkel a recoil csökkentésekkel jobbak lettek azok is. Te kijöttél már, Zsola? Én már kim vagyok. Na jó. Még talán 5 év és kikerül a bétába. Hát Zsófi lehet, hogy haragszik. Most mi a kedvenc játékod, Starkey? Nincs kedvenc amúgy. Most amivel nagyon szeretek játszani. Most. Az a Tarkov. Sziúú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 
jön. A Tirdánban szeretek rombolni, az egy nagyon jó kis izé. Egy tárat elhagytam, hát lehet. Akkor elhagytunk egy tárat. Úgyis van bőve. Köszönjük a követést. Nekem a Company of Heroes a kedvencem. Most mikor jön már ki az új rész? Már nem tudom, mióta mondják, hogy 23. Jön. Február 23. Amúgy én nem is ismerem ezeket a játékokat, basz. Nem. Azt RTS játékot, nem játszol ilyen olyan játékokat, amiben gondolkodni kell. Még fiatal vagy hozzá. Nem, én nem ülök le egyedül játszani. Single, én nem játszok se story game-et, se semmit. Amelyik story game érdekel, azt megnézem. Ja, meg amúgy a War Thunder, én ezt nagyon szeretem amúgy. Azt szoktam látni, azt nagyon kemény nyomjátok. Nem dobtam el tárat szerintem. De szeretem amúgy, tehát nem tudom, az például olyan, hogy mindig le tudok ülni, és tudok valamilyen olyan csatába bemenni, amit éppen szívesen tolnék. Jó, én elövöm azt. Amúgy RP. Nekem RP. Á, tudod, mit akarok? A legnagyobb szórakozás, és az RP. Játszottunk kicsit Galaxin. Nem rossz amúgy, de valahogy a izére vágyok nagyon most. Red Dead-re mondtam. Red Dead RP-re, jaja, úgyhogy már meg is hívtak a srácok. Hát lehet jó, fel kéne végre menni, azt szerintem azzal a brigáddal, akik bejátszanánk. Nem. Haver hívott egyszer óra, amit amúgy ismertem, úgyhogy valószínűleg tényleg jó. És hát tudod, én szeretem ezt a falusi tájszólásos parasztot tolni, én azt nagyon élem, van aki szerint cringe, én nagyon szeretem, és azt akarom majd nyomni. Jó az. Ezt van rá a brigád, akivel hát, szépen ami már egyszer volt, nem? Ja. Csak nem azon a szerveren, ott meg gazdag vagyok. Kifarmoltuk az életünket is. Két óra hát alatt. Sokat vadásztunk. Sokat? Nagyon sokat vadásztunk. Hogy mikor jön admin. Jó, hagyjuk inkább. Az a szerver már nem él. Red Dead 2, így igaz. Én támogattam őket amúgy egy 10.000 forint alatt. Igen? Nem. Ja, vettél lovat, aha, nem? Vettem egy lovat, így igaz. Nem, amúgy ha jó egy szerver, akkor én is szeretem őket támogatni. Tehát nekem ezzel nincs bajom. Én szerintem ez. Szerverek esetén ez mivel költségekkel jár, ezért persze. Ez fontos. Persze, meg igazából én tehát akkor jutok el oda, hogy oké, amikor látom, hogy foglalkoznak is a játékosokkal, nem csak egy részével, meg a barátokkal, mert akkor az kicsit olyan kell. Így igaz. Én, és ha őszinte akarok lenni, dobjunk össze követünk. Őszinte akarok lenni, én kimondom Galaxin, én ezt érzem. Én ott nem, én NFL-en éreztem nagyon ezt. Igen? Hát pedig most az a vezetőség van Galaxin, ami NFL-en volt. Nem, miután ők elmentek NF-ről. Utána ami ott volt. Kedvencem, leírtuk a problémát egyszer cseten. És megkaptuk, hogy miért gerjesztjük a feszültséget. Mi nem írjuk le normálisan, és akkor hát most írtuk le. Ott elmentek egy olyan irányba, hogy csak az illegállal lehetett foglalkozni, az is vicc volt. Na mindegy, nem akarok ebbe belemenni, és meg senkit nem akarok itten izélni. Mert nem érdekem. Van, akinek jó vannak volt, emberek, akik azt hiszik amúgy, hogy nekem az a magyar RP szerverek közül amúgy bárki fizetett. Na most csak, hogy mindenki tiszta legyen, ezt kötelező megjelölni amúgy. Tehát, hogyha valaki támogat egy tartalmat, mert nagyon nagy bírságot kaphatsz. Ez az egyik. A másik. Jogilag. Így van.
és semmi, tehát mindent ilyet én amúgy jelezni szoktam. A másik, hogy el lett mondva nem egyszer, hogy egyedül a Grand RP volt ilyen, ami ilyen, ilyen szponzorált cucc volt, nem volt sose titok. Tehát, hogy így... Nem tudom, és akkor vannak emberek, akik felháborodva jönnek, hogy izé, ott játszottunk, és nagy, meg valaki, valami... Jó, nagyon nevettem. Közben Customs, 10 óra, mehet? Mehetünk. Tudok biztosítani. Én amúgy ezt sose értettem, például nagyon sok, ez a téma, ez mindig fenn van, influencerek, kötője, most tök mindegy, nem szeretik ezt a jelzőt, nem influencer, tök mindegy, mert ez egy létező szakma, hogyha ő most olyan posztokat tesz ki, ami mondjad már, szponzorált, az ami a probléma. Tehát, hogy inkább ott a kérdőjel, ami bennem fellép, hogy az hiteles-e, az ő személyéhez, az hite, ha az hiteles, akkor mi a probléma? Ez így van, amúgy, nem? Tehát, hogy nyilvánvalóan, tehát ki az, akinek adnak egy olyan terméket, ami őt érdekli, fizetnek érte, hogy kirak róla egy posztot, ki az, aki arra erre nemet mondana? Tegye a szívére a kezét. Kapsz valamit, aminek örülsz is, és fizetnek érte, és azt mondod, nem. Tehát, hogy ilyen ember nincs. Ez álszentség ezt mondani. Hogyha nem illik a profilodba, tehát mondjuk én elkezdenék itt, nem is tudom mit árulni, mondjuk órákat, vagy ergonomikus matracot alkohol. Itt a Dark Ops trilógiában. Szerintem alkohol, legjobb igen, az mondjuk eléggé negatív mondjuk, tehát meg amúgy én a gamblinggel is így vagyok, bármilyen szerencsejátékkal, hogy szerintem ezeket káros reklámozni. Ezt mindenki eldönti magának, az már picit más. Meg az ember el tudja dönteni, mi az, ami neki belefér, meg nem. És nagyon sok mindent nem fogadok el amúgy. És amúgy heti szinten ma is kaptam amúgy egy e-mailt, hogy erre a magyar RP szerverre menjek, nem megyek RP szerverre játszani, úgyhogy fizetnek érte. Mert azt viszont nem akarok. Mert akkor annak olyan rossz szájíze van már. Akkor akarok ott játszani, hogyha amúgy is élvezem, mert akkor lesz jó. Tök, hogy erről beszélünk, amúgy elmentünk ebbe az irányba, szegény nézők most azt se tudják, hogy hova kapjanak, mert most hogy kerültünk el erre a témára. Nem szeretsz amúgy streambe komoly dolgokról beszélni? De csak az a baj, hogy... Vagy csak az a baj, hogy téged annyian néznek, hogy te neked már nem mindegy, hogy mit mondasz, mert igazából... Egyrészt nagyon PC-nek kell lenni, tehát én sem mondhatom el a sarkos igen. véleményemet, pedig nagyon sok mindenről van. De gondolod, hogyha valaki... Jó, figyelj, mondjuk rólam van szó. Tudod, hogy milyen vagyok. Én általában még a szívemen a számon. Tehát egy pillanatig se gondolkodok azon, hogy mi van. Hogyha valaki ez így indul el, és én mivel ilyen vagyok, és én nem szeretnék mást mutatni, akkor nekem ezen változtatni kell? Szerintem nem. Hát, mert én inkább úgy látom inkább ezt, hogy nekem a tartalmamhoz nem kell, hogy nem kell ilyen... Ez egy fölösleges feszültséggenerálást látok. Tehát gondolok dolgokról, sarkalatos dolgokat, legyen a mostani PC világban végkép, és... De hogyha azt kimondod, akkor úgy érzed, hogy ez egy polgárpukkasztás felesleges. Nem is az, hogy polgárpukkasztás, bele tudnék állni sok emberbe szerintem, de nem akarok. Mert most ki vitatkozzak itt az interneten? Minek? Egy hét múlva senki nem emlékszik rá, semmi eredménye nem lesz, nem jutunk egyről a kettőre, csak elkezd itt olyan cicaharc kialakul, meg üzengetés. Ez engem soha nem érdekelt. Én azért vagyok itt, hogy játsszuk és kikapcsolódjak. Nem akarok ilyenek, mert nagyon sok mindenben, meg nagyon sok szerverre lehetne, én is mondhatnék dolgokat, rám is szoktak mondani dolgokat, legutóbb kitalálták, hogy valahol engem kifizettek 2 millió forintot, vagy 1 milliót, nem tudom, hogy ott játszok egy magyar szerveren, és leléptem a pénzzel. Ilyeneket hallok, néha visszavágod. Annyi sebből vérzik a dolog. Tehát ki az, aki tartalomért előre fizet? Ez az egyik. Ekkora összegnél van szerződés. Az a probléma, szerződés. Hogy az emberek ezen nincsenek tisztában. Persze. Hogy ezek hogy működnek, érted? Annak meg, hogyha elmegy egy ilyen utalás, annak nyoma van. Tehát ez 7 szám egy összeg. Harmadik. Egy tartalom szerintem a legnagyobb magyar csatornánál se kerül ennyibe. Tehát, hogy az emberek nem tudják, hogy mennyibe kerül egy YouTube-os videó például, hozzáteszem, Magyarországon nem fizetik ki ennek az összegét a magyar cégek általában, a külföldi cégek meg tudják, hogy mi a releváns összeg erre. Most erről nem fogok konkrétat mondani. Amúgy nagyon szeretem ezeket a magyar nézettségvadász videókat, mennyit lehet keresni a YouTube-on címszóval, és igazából konkrét összegekről nem beszélünk. Csak ilyen nagyjáboli dolgokról, hogy hát ez ilyen lehetne, ha.
Annyi, az olyan dolog, hogy én például nem mondanám el. Azért, mert nem megyek oda még a legjobb barátomhoz se, aki mondjuk egy tök mindegy, mi most csak mondok valamit, egy paroszéri lagatos, hogy figyelj már neked, hóvégén mennyi az annyi? Ja. Mert ilyet nem kérdezünk emberektől. Tehát, hogy én szerintem nem ez, tudom, ez miért meg, kell, hogy... Amúgy a magyarok ennyire szenzitívek amúgy a keresetükkel kapcsolatban, mert alapvetően... Ez teljesen így van. Tehát külföldön, nekem vannak olyan külföldi ismerősöm, hogy ők megmondják, és ő nem lesz egyből sárga az irítségtől, hogyha megtudja, hogy te többet keresel, vagy nem tudom. Nem fog felháborodni egészségedre, azt mondja, hogy mindenki csinálja a saját... A magyarok ennyire anyagiasak, meg ilyen izék. Oda nézzetek, ez egy fémdoboz, nem? Na mindegy, lehetne ezekről amúgy, ami lehetne ilyen podcastet tartani. Szóval amúgy visszatérve a komoly témára, azért nem szeretek egyrészt, mert fölösleges feszültség generálásnak érzem, meg sokszor az adott pillanatban nem tudom jól megfogalmazni a gondolataimat amúgy. Én legalábbis úgy érzem így. Kívülről nem tudom ez hogy csapódik le, úgyhogy igazából ezért. Én azért vagyok itt, hogy... Én ezt csak azért kérdeztem ezt, mert egyszer Danival mi beszélgettünk erről, és én mindig mondtam neki, hogyha... Vagy én azt olyan semmilyennek érzem, hogy én játszok, mert... Na bazd. Slozsévé. Nem vagyok kül... Nem vagyok kő! Nem vagyok nem kő! Nem vagyok különösen... Igen, mondja. Nem vagyok különösen jó a játékba. És nincs olyan lexikális tudásom bizonyos játékokról, ami esetleg érdekes lehet, és nézzük, hogy én át tudom adni. Esett a skev amúgy? Aha, megöltem. De viszont én mindenképpen, hogyha esetleg engem nézne valaki, akkor az biztos, hogy én szeretnék edukációt benne, mert... És ez csak szubjektív dolgokról. Én ezzel úgy vagyok, hogy inkább olyan játékokkal, amik nem tényleg ez az agyatlan kategória, hanem van valami cél, vagy... Meg ugye nálam sok a kreatív játék, én azokat nagyon szeretem alapvetően, úgyhogy... Ja, de nem csak játékokra gondolok, bármi, ami egy témát feldobnak a csetem. Na, közben... Én nyitott szoktam lenni ezekre. Térjünk vissza a játékra, én úgy gondolom. Nem nincs ezekkel a beszélgetésekkel, amit probléma szerintem, abszolút. Sőt, lehet, hogy nem ártana gyakrabban amúgy a csetem, kicsit komolyabb, ilyen podcastesebb jellegű dolog. De most már tényleg elkanyarodva, forogjunk vissza hátrafelé, ez mi volt? Rám lőttek kintről, a hegyről. Akkor azt... Itt. Na nézd ki. Rá tudsz nézni valamivel? Az baj lesz. Én rá tudok nézni, én máshol vagyok. Jó. Jó, hegye. Látom. Sniper szignálnál fönt. Ott a hegyen. Még ott van? És el tudod ott lőd? Van, ott lőd. Nem, nincsen távcsövem. Csak megijeszteni tudom maximum. Az jó lenne, mert mi addig hátrébb tudnánk szaladni egyel. Rá tudsz ijeszteni? Hova akarsz szaladni? Gyere itt majd össz utánam. Hát de akkor ne itt menjünk, hanem ha hátul akarsz menni, akkor arra menjünk. De hát ott nem tudsz átugrani, te hülye. Ja, jó, megyek. Leugrott, már nem néz, titeket néz. Jó, gyere. Meghaltam. Nehogy is viccelek. Jaj, de vicces gyerek vagy! A poé mikor jön? Ketten vannak, srácok. Merre most megy, most megy a sziklán. Jó, menjünk, gyere, menjünk. Hát az a baj, nagyot kéne rájuk forognunk, és nem tudjuk, hogy van-e itt hátul még valaki. Hát most pont ránk látnak, faszim. Jó, látod őket folyamatosan, Tobi? Aha. Egyet látok folyamatosan fönt. Kinézek Scav checkpointra, remélem, hogy nincs itt semmi. Gyere. Bazzek, pattant itt a lőszer, hülye vagy? Jön valaki, ki jön be? Itt egy Scav van csak. Állj, bal oldalra állj. Jobbra nézek. Nem tudom, hogy honnan pattog a skuló. Hallod a fal túloldalát? Egy pattog rá talán. Itt halt egy scab. Uh-huh. Akkor van még valaki fönt, akkor hárman vannak. Most hallottad, hogy összeesett, ugye? A fegyver leesett. Uh-huh. Figyelj, megyek hátra közben. Nem fogok itt izélni, állni a csőné, mert nyílt célpont vagyok. Gyere, menjünk hátra, tisztítsuk ki azt a részt. Hol
el sem lehet indulni. Ne szórakozzál már bazekát, én is simán hátra szaladtam, gyere. Te neki nagyobb a faszod. Az előbb mondtad, hogy 30 cent. Most rám lő? Nem vagyok greenbe. Mondjuk szépen beszéljél már, légy szíves. Viccet félretéve. Na mit mondtam? Nem. Úgy összességében. Ja. Vagy akkor magamra gomom jutott. Nem, azért csak-csak vannak fiatalabbak, azért nem kéne. Néha elfér, amikor az ember egy olyan pillanatban van. Azt mondja, magamra dobom a mute-ot. És kanyit találtunk, hogy... Benzor. Merre vagytok? Egészen hátul. Új int is be, így kaparós. A szuper lesz. Még csak most megyek át a baskapu. Jó, nem baj. Hogy megkomolyodott a chat is, mondjuk ez tetszik. Örülök neki, amikor kicsit komolyabb témák is vannak. Téamú. Az amúgy... Szerintem olyat venni nem tudok, úgyhogy azt elhozom. Nem mondom, hogy jó. Tracert. Azt sima tracer. Figyelj, az is jobb, mint a PS Ammo, nem? Valamiért úgy emlékszem. De igen, ez az egész promós dolog bonyolult. Van valaki greenbe? Nem, itt nem, vagyok nincs. A csőnél kint. Nem, hátrébb vagyok. De kint futott a green mellett, nem? Igen, én. Mit, a greenbe vagy? Ben vagyok greenbe, igen. Most jövök le a lépcsőn. Oké. Hátul? Hát jaj, itt oldalán. Jó. Láttam. Cső. Márra menjünk, rotálni kéne innen. Igen, most már mehetnénk szépen körbe a hegynek oldalba, az kész. Egyszer találtam itt egy pisztolyt. Nézem itt az exitnél a... secretet, azt utána megyek ki. Te nézed ott a végén, ugye, Tobi? Igen, ja. Igen. Kell valakinek egy grizzly? Hát, ha nincs, helyehozom. Most nem tudom, előző körbe kijutottunk, nem? Akkor kihoztam egyet. Nem kell. Nem, hogy én is el tudom hozni, hogyha úgy van. Itt van, kidobtam. Láttam. Van, vágom. Két adat, nincs egy custom school és fegyver ládát fennak, amiket tudok. Adom. Stark jön ide, ugye? Igen, ja. Én vagyok. Mehetünk? Yes. Menjetek jobbra át. Csak megérzítom a fülhallgatót. Nincs még stamina. Jó van már. Várjál. Megy a kamu, gazdag ez erre. Hagyjad már. De nekem kell előre menni megdöbleni, spotoljatok nekem, légy szó! Itt van megint ez a csodafej. Én ezt kiviszem, ez olyan aranyos. Hát ebbe fogunk indexképet csinálni. Hallasz valamit? Mindenki átjött? Igen. Igen. Jó. Van valaki a fal túloldalán? Van. De szerintem scab lesz. Ne visszanézzük. Nézzél vissza, mert én csak kinézek, azt meghal. Mink együtt. Semmit nem látom. Akkor mégsem. Hol láttad? Tarkov hangok, gyertek, menjünk. Jó, hogy hangot hallottál. Hát, hangot felejt, hallottam. Az lehet a map másik feléről.
nem látok semmit. Lemegyek a falhoz, jó? Látom, Zsola is oda megy. A falhoz? Induljon a fal! Fél boton. Fél opilali. Megnézem hátról a szikletet. Nézd. Megnézzük a sziklát. Óvatosan. Nem kell trappolni, nem kell futni. Csak lightiba. Ez fut, mint a bolond a gyerek. Állj meg! Na mi a helyzet? Mind a gyerek. Semmi sziklán. Most érjünk fel a toronyhoz, ja. 500 km majd lekokiznak be azért. Innen ugrott le a gyerek. Valószínűleg már. Biztos, hogy amúgy elmentek. Ettől függő óvatosan. Sose tudhatod. Vannak, akik szeretnek kempelni, úgyhogy inkább észre, jaja. Valószínűleg mi fogunk utánuk menni, csak az a kérdés, hogy új építkezésre mennek. Szerintem nem ketten voltak. Ja. Vagy dormszoznak egyet, ez a két kérdés van. A kérdés, hogy most például benéznek-e benzinkútra. Benéztek, az egyik az bement az benzinkútra, a másik meg a háta mögött, benzinkút háta mögött ment el. Aha. Ha lett volna sztárcsövesem, akkor simán lekapom őket, de nem. Hát még attól messze vagyunk. Szembe. Szembe, igen, dombon, de nem ránk lő. Szerintem szkebbe harcol. Menjünk, ezek áttúrták itt, nem lesz, hogyha értelmesek voltak. Most egy csatognak, jó. Hát az... Csak a szoki, menjünk fel szembe a dombra. Most átmentetek? Igen. No. Most mentünk át szembe, már a töltés túloldalán a falon is átjöttünk. Oké. Okay. Húzgarás fele tartunk éppen a domb tetején. De utálom ezt a spotit. Nem rossz az amúgy. Semmi felező. Itt volt a macska, és viszket az orrom. Hogy csináltál a macska? Ja, csak a szőr... Ne, a bucikának azért van egy kevés. Lesznek valóla búbánatok. De jó, akkor ebből megint bokorharc lesz. Csak nem. Bejöttem buzgarásba. Én is. Na, előrébb van nekünk. Itt előttünk. Ezt kell. De nehogy már meghalj, basszam ki a füled. Bazzek, hát mennyit kell beleküldeni? Na. Itt lesz balra, intézem. Itt van. Meg. Az mit nem itt kap? Az fejbe lőtte, nem? Csak párszor. Éredbe vagy? Megmaradsz? Van meg akarsz dögleni? Hát nem, azért de volt rajta minden a... Kamu, üzé, fasztemtő. Van rajta egy normális rig, azt el akarom hozni. Replikának hívják. Micsoda lehet? Hát nem az a replika? Köszönöm. Van egy csokim. Ezek kicsit lobos a kajám, most nézem. Pakoljál már, öcsém. Nálam van a hülye maszk. Ugye el tudjuk tenni, mert ez 6 helyet foglal, és 8 slot van benne. Ami jön? Ilyenként. Én jövök nyugiba. Ez nem ő volt. Előttem, Szkevet. Most ki lőtt? Én és Szkevet lőttem. Tele van a secret. Na, pakolt ki. Hátatok mögött. Pakolt ki? Itt egy AK. Kell valakinek egy szordin füles? Vágyom rá. Rajtam is az van. Hát ha nem kell, akkor ne azon. Hol vagy? Buszban. Jó, szerezem. Jövök ki. Tonst találtam.
király vagy. Mindenki milyen kis izé kedves a másikkal amúgy. Miért? De mondjuk én szeretem húzni a haverém fejét, úgyhogy ezzel nincsen probléma. Vagy így nem is tudom, tudod így. Jön a drop. Jön a drop, menjünk már rá! Menjünk rá akkor. Múl, várjatok. Hát Marcin, ezt hidden stash vagy secret, oly mindegy szerintem. Szerintem lehet mondani, hogy secret stashnek is mi itt tanultuk meg. Látjátok? Igen. Jön. Nem biztos. Menjünk. Ott dobta ki, ahol izé? Nem, még nem dobta ki, még nem dobta ki. Repülő! Most dobja ott ki, van. És pont a fejünkre esik. Bazzik, hát az odébb van. De. Ide jön, bazzik, ide fog jönni, lányom. Skeletonhoz. Valonnal lőnek. Menjünk át Skeletonhoz, gyors. Gyertek. De lőnek, vigyázz. Na kijöttem, sniper fönt. Kint vagyok. Törésnél vagyok. Bazzik, ide fogja dobni az útra, vágod? Bazzik, nem tudok átugrani. Az én karakterem fogyatékos vagy, mi van? Bocsánat, senki nem. Sose megsértenés. Hova dobta? Be fog esni, ja. Előttünk. De trap. Hova? Szerintem itt vannak alatt, a Skeleton alatt. Ezt nem mondod komolyan. Ezt a szerencsét. Jó, hát... Ide jön. Az átjárónál vagyok, Skeleton mögött. Tudjátok, hogy az hol van? Jövök, én trappolok most. Itt vagyok. Hagyd nézzek már bele, sose lootoltam, vagy... Nézzed. Ezek menj már! Sose lootoltál ilyet? Nem, szerintem nem. Googolj le. Azt akarom, csak még nem. Én háromszor néztem bele, abból kettőször instant bugit kaptam. Minden vicc nélkül. Zsola, nem mozogjál, bújjál valami bokorba. Jó, lootolom. Mennyi cucc van benne, na figyelj, mondom. Oké, van egy OFZ. Nem mondjad, most nem mondjad, mert hallgatóznunk kéne. Jó, oké. Okay. Yes, szedd ki, ami kell, azt cső. Lesz egy pár fegyó is, jut nektek is. Semmit nem ismerek. Adar van benne. Ez micsoda? Van egy HK. Hát nem nagy extra, gyerekek. Tényleg nem nagy extra. Nem szoktam úgy nagy extra lenni. Jó loot, de nem olyan nagy extra, mint gondolják az ember. US lőszer az jó, nem? Azt elviszem. Nem tudom, ezek közül a lőszerek közül melyik jó, ami benne van. Hát, Péter. Egyik sem hagyjon, hogy megnézzük. Hát elviszem, azt tudom, hogy sokat ér. Jó, mindegy. Végeztem. Menjen valaki oda nyugodtan. Na, nézze, Tobi. Nem, csináld csak. Én tele vagyok. Nem lesz benne semmi jó amúgy. Tehát, hogy őszintén, én egy HK416-ot bevallom, kivettem, ami jó cucc. Annyi. Tobi, te is itt vagy a bokorba? Persze. Na, hogy tudtál lefeküdni amúgy utána? Gyorsan kell nyomni az X-et, miközben megnyomod az F-et. Spamelni kell, és akkor lefekszik. Nem fekszik a bazon. Hát ezt nem hiszem el. Megjött az F-et és egyből X-et spamelsz. Azaz. Nice. Ez felállt. Ajta. Siker. Sose feküdtem még. Na? Szedem. Aztán tűnjünk innen. Riftelő. Jó. Meg Skeletorra fel. Jó. Nem mondok semmit egyelőre. Jó az a HK. De
Tetszik, szép fegyver. Mondom, ez a HK volt benne, egy viszonylag normális scope, 2 URZC. Ez mi? Nem tudom, rám lőnek. Te futsz? Most én futottam, igen. Jó, ez Osz, ez kevlet. Régi építkezés felől lőtt szerintem. Hát akkor megyek is érte. Yes, yes. Eszek is mehetünk. Ja, amúgy húzzunk bele, 12-es vizem van, gyerekek, nincs egy kis vizetek? Nincs, én most ittam meg. Nincs, most teszem az emerimet. Ó, tiplizzünk már ki. Menjünk már ki a felé. Kevlődtem úgy, fix info. Jó, menjünk, mozduljunk meg, mert szomjan fogok pusztulni. Bazzik, a szomjan halásban fogok meghalni egy taktikai. Jó, futzár vagy, hova kell menni? De bengyertek, hát hova mentek ott ki? Hát kimentünk. Menj gyorsan, gyere meg, azt hívjuk Fári. Jó. Vagy itt lehet, hogy ugye lesz izé is. Ah, láttam. Ott az kell balra, csak annyira el vagyok fáradva. Ez visszaszalad balra. A kék mögött van. Én nem megyek, én megyek tovább. Meg kéne nézni, hogy világít-e a vége. Valaki kivitte az órát. Nekem még nem kell, vagy már nem kell, nem tudom, hogy ezt csináltam. Halt? Nem, várja már nem. Ez scav player szerintem. Nem, hol van? Az... Scav player nem foglalkozik fight közben azzal, hogy pofáz. Fenn van a sniper scav. Jó, leszedtem. Jaj. Milyen tárom az eskelségben, hagyjuk. Itt vagyok hátul, Tobi. Mindjárt törésnél. Akarom nézni, hát van itt valahol egy kis víz. Bármilyen. Nézem a szkevet, hogy van-e benne. Ja. Van benne pineapple. Igen, el tudod nekem hozni? Aha. Jaj. Tarkóra. Itt vagyok a izé mögött. Metsz. Sniper halt. Aha. Igen, halt. Megvárunk itt hátul a izénél, a garázsnál. Tudjunk a törésnél éppen. Én vagyok a végén, tanknál majd. Világít amúgy az exit. Megvárom Zsolát, jobb lenne a raidben inni, azt hiszem, azt többet számom. Hopp! Mi az? Hopp, halj! Hátba lő egy skell. Gyere, fuss. Itt leszünk a végén. Hát, az baj, mert itt van a skell rajtam, és jó. Hol? Itt a törésnél. Állok a falnál. Itt bokrozott. Nem tudom, hogy elfele ment, hogy közelebb jött, csak pont itt egy halott skell. Itt volt mellettem. Vagy ide kidobom. Na, hallom. Itt van a pineapple, gyere. Itt van a földön. Intézed, Tobi? Ott az majdnem minas barokot. Most halt meg. Igen. Nem. Most halt meg, megöltem. Ez volt a bajom nekem is, hogy ezeken a bokrokon úgy átlő, nem is kérdez. Észre sem veszed amúgy, hogy mi van. Persze nagyon lát mindenem. Kimentem. Jövök egy másodperc. Megnézem, ami volt nála, hogyha már előttük. Kis kaja. Ez nem kell. De menjünk. Zsola, te merre még itt vagy? Én kimentem. Jó. Mind a ketten kimentetek, basszus. Ezt itt hagyhatok egyedül megdöbleni. Szépen vagyunk. Ugye bespawnolra megy Skell, szokta. Találtam egy Twitch Rivals-os szemüveget. Igen? És azért valami? Aha. Mit tudom én? Nincsen 15-ös szinte, nem tudom megnézni. Hát a playereket nem értük utol amúgy. A Skevek azok most nem voltak nagy kívások. Azért figyeljetek, Vigaz D-ként adott nekünk egy droppot. Ez azért pozitívum. Hát jó. Ezzel 6-os is lettem.
Na, kétszer azért kijutottunk, srácok. Az a helyzet, hogy... egy kellemes csalódás Streetsen kívül amúgy a játék most, az update utáni állapotához képest, a hangok azok egészen tűrhetően rendben vannak most már, nem az van, hogy mindent is hallasz, valószínűleg a mai patch volt az, ami amúgy ezt kicsit rendbe rakta. Én lehet végszóként azt hagynám itt nektek Tarkóval kapcsolatbani gondolatnak, hogy a srácokkal majd elvonulunk, megbeszéljük, hogy kinek milyen élményei voltak, és megbeszéljük, hogy szeretnénk-e folytatni. Mert még az igen sem kizárt szerintem, és lehet, hogy fogunk játszani a játékkal, de nem 100%. Streetset azt valahogy be kéne gyakorolni, hogy az ember tudja, hogy egyáltalán hol van, majd nézek térképeket. Továbbra is Customs a kedvenc map, azt azért hozzá kell tenni. Így a végén ezzel zárnám. Volt egy-két, nekem is egy kis jó megmozdulásunk, meg elröhögcséltünk itt, úgyhogy maga a stream szerintem jó volt. Jobb, mint amire számítottam, hogy őszinte legyek. Tehát én ennél is rosszabbra számítottam. Ezzel a kis majomfejű lópikulával fejezzük be. Erre lehet amúgy adni? Lehet adni valamit? Hülye vagy. Hát ez nagyon jól néz ki. Ez az aug, ez nagyon jó. Bocika volt, úgyhogy nem kell hiányolni, amúgy itt fekszik mögöttem a kis plégyén. Srácok, hogy éreztétek a mait? Jó volt, vagy nem volt jó? Nekem az eleje az nagyon nem... Ez a street, ez nekem nagyon nem adja. Valamiért nem tudom megtanulni a pályát. Rendesen nem veszem észre az embereket. Szerintem idő kell neki, mint minden pályának. Zsola azért belakolt pár lövést, ott azt a hákás gyereket, azt kihoztasz. Hát de miért lak? De most honnan tudod, hogy lak? Szerintem ügyes is voltam. Nem, lakoltad. Biztos, hogy lakoltad. Ügyesen tudsz googolni, ezt aláírjuk. Tehát ez a mai stream margójára is. Micsoda! Micsoda! Jó, vissza kell nézni a streamet. Letoltam. Aha. Max a gatyádat. Na jó van. Más mondtam. Srácok, nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki ma este velünk tartott. Reméljük, hogy volt valami, amit élveztetek. Írjátok meg, hogy mit. Maradjunk ennyibe. Az, hogy lesz a tartó, meg meglátjuk. Jók legyetek, szép éjszakát mindenkinek. Holnap találkozunk. Itt volt velem a Zsola és a Tobi. Jó éjszakát, sziasztok. Sziasztok. Jó éjszakát, srácok. Jók legyetek. Sziasztok.